Nagyon mindenkinek szép estét, sziasztok! World of Tanks-ozni fogunk. Jó rég volt már, mondhatjuk úgy utoljára, ugye karácsony előtti napon volt. Hát itt az ideje, hogy visszarázódjunk. A mai terv pedig a szorzózás lesz, ugye most összörös szorzó van. Úgyhogy amelyik tankokat húzom, azokat lesz szeretném szorzózni. Nem mindegyik van benne, egy-kettőt már sikerült leszorzózni, úgyhogy maradt azért még jó pár, szerintem el leszünk vele, pláne ahogy a tegnapi meg a mai napból kiindulunk. Mondjuk úgy, hogy rosszabb, mint karácsonykor, de hát ez már csak ilyen. Úgyhogy nem tudom, hogy szakaszozunk-e ma, lehet, hogy később, lehet, hogy közben, nem tudom, majd attól függ, hogy hogy alakul. Úgyhogy az most lehet, hogy kimarad, nem tudom. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz a mai nap, akkor nagyjából ezek a tervek. Úgyhogy nem is húzom az időt, így hogy egy kicsit előbb is elkezdtük, hogy legyen idő mindenre, akkor átváltok szépen a játékra, elvileg hang is van, kép is, ha más nem, kicsit megkésve. Jó. Szóval, megyünk sorba, amit itt láttok, ezek maradtak még így. Még egyébként annyit elmondanék, ugye, hogy a izét közben megvettem már, a francia új heavy-t, hát hogy nem mondjak, igaz, hogy nincs még rá meg a nagy motor, de szerintem az se sokat segít rajta, tehát valami borzalmas. Úgyhogy azért tartogatom, hogy leszorzózom most, amíg ötszörös szorzó van, meg a háromszoros szorzók majd lesznek még, és valószínűleg a többit ki fogom free XP-zni, mert nem vagyok hajlandó ezzel a tankkal játszani, de addig nem költök, tehát minél kevesebb aranyat kelljen majd rákölteni, úgyhogy gyakorlatilag csak azért van, hogy leszorzozom, mert egyszerűen valami eszméletlenül szar. Tehát ennél nincs jobb kifejezés, szar. Amit itt látok, a többi ugye, ami nincs szorzó rajta, azokat pedig már leszorzóztam. Hát nem sok, mondtam, hogy egy-kettőt leszorzózok, úgyhogy ezt még tegnap, aki esetleg itt volt, az láthatta, hogy beszéltem róla. Nagyjából ennyi történt igazából. Még egy kicsit azt nézem, hogy a kamera... Váltok egy picit? Lenne egy picit. Lejjebb, nem? Csak egy picikét. Jó. Szóval... Akkor kezdjünk bele. Hát nem tudom, hogy sorba megyünk-e. Valószínűleg nagyjából sorba megyünk, és akkor szépen leszorzozzuk, ami van. Meg még aki esetleg, hogy... Tehát most jelenleg ugye ezeket szorzózom, tehát ennyi tank maradt. Gyakorlatilag az E50-nel végeztem, ott már csak az E50-emet kéne megvenni. Illetve elég közel van már megint egy jó pár tank. Tehát például itt is már nagyon kevés kell, azt hiszem. Igen, relatív kevés, tehát fogunk megint egy csomó tankot befejezni, úgymond, úgyhogy haladunk. Mondjuk úgy haladunk. Most anyagilag is egész jól állunk. Úgyhogy már csak abban reménykedek, hogy maga a játék jó lesz, mert elég sok olyan kis idióta játszik sajnos, meg nem kicsi idióta is, akik nem igazán vannak a helyzet magaslatán. Reménykedek benne, hogy jó lesz ez most így estére, bár kétlem. Én megpróbálom megtenni a lehető legtöbbet. Hát... Ezt a pályát utálom TD-vel, de... Lehet, hogy eljövök erre. És... Feltéve, jön elég heavy. És akkor játszunk némileg ilyen heavy-s stílust. Mert gyakorlatilag, hogyha rejtjük a zaját, képesek vagyunk erre. Csak ha van elég support, tehát mondjuk jön egy jó pár med, meg jó pár heavy, akkor ha senki nem indul erre arra, akkor nem megyek. Egy gyakorlatilag lefrognak, ugye? De úgy nézem, elég sokan megyünk, úgyhogy bátran megindulok. Itt nem állok meg. Az elején pláne nem, úgyhogy két arti van. Úgyis ide fognak fókuszálni, úgyhogy semmiképp. Megyünk tovább. Pláne így, hogy a spotter az gyakorlatilag ott megállt, és
azokat, akik itt hátrébb jönnek el, itt azokat már nem fogja meglátni, vagy később látja meg, mint a T-54-et. Ahhoz, hogy jól spotolj, előrébb kell menni. Egyébként, már azt spotolni akarsz. Viszont ide nem ment senki, de itt általában nagyon sok helyen meg szoktak rekedni. És mire ide fölérnek, van idő visszajönni innen, igazából. Úgyhogy annyira nem gáz a dolog, egyelőre. Középső részre mentek, hát igen, ez itt necces, de... Tehát most, hogy mindenki ide jött, ezt a részt meg kéne viszont tolni. Szevasz, szeretek, Mormuta. Hát, na ettől féltem, hogy itt megállnak a srácok. És innentől kezdve fagd. Innentől kezdve fagd olyan szempontból, hogy... Nem toljuk meg. És ha nem toljuk meg, akkor... Nem mondom az őszintét, hogy... Nem igazán tudom, hova álljak. Így az alvázat nem igazán tudom rejteni. Vissza fogok menni. Amint... Igen, itt ez ami rohadt sokáig tart valamiért. Szerelés. Így egy kicsit, mert így jobban van rejtve az alja. Viszont elmenni lehet, hogy nem fogok menni. Mert... Nem lövök rá még a lövére. Jó lenne egy tiszta találatot bevinni. De ez az, hogy a srácok itt folyamatosan mennek hátra, és mennek el. Ami nem túl jó. Igen, a lövének az aljára be lehetett volna lőni. Most mikor meg lehetne lőni, akkor meg bejön a vézé. Az igen. Ja, ez Goldal volt. De ez itt lőtt be, szerintem nem fölül. Bár... Bárki tudja. Ezt a lövét kéne most már elkapni. De ez a vézé nem tudom, miért ment oda meghalni. Szerintem ő se tudja, miért ment oda meghalni. Nagyon alul volt. Ez már nagyon későn volt. Hova lett a sok emberke, aki itt volt? Azt nem értem amúgy. Voltunk egy csomóan, hova lettek? Ja, jó. Nem tudom, hogy ezek mit csinálnak, de jobb lesz akkor hátrébb menni most már, mert szana széjjel lövöldözték itt a csapattagokat, akik így keresztbe állnak. És nem értem, hogy ez hogy. Viszont nem fogok tudni hátrébb menni. Á-á. Ez fagd. Ha csak nem... Akartam mondani, ha csak nem segít valamelyikük, de így vissza lehet még menni. Nem a legjobb, de azoktól védve vagyunk. Fölöslegesen nem lövöm magam el. Vissza kell menni. Hát ez nagyon, nagyon gyenge kör számomra. Hogy le fognak rohanni. Ott meg már följöttek. Már hiába próbálom forgatni a tankot, most már hátulról is lőnek. Próbálunk egy lövést leadni. Gyakorlatilag azt nem értem egyébként, hogy itt volt egy csomó heavy-nk, sőt, medek is. Azok hova lettek? Maradtunk itt négyen. A többi visszament.
De hova lettek? Meg megint a tipikus hiba, én ugye hiába megyek egy térivel előre, az, hogy megállunk itt. Tehát itt voltunk többen, és megálltak. Ez a lemmingségnek a legszarabb módszere, hogyha már mindenki egy irányba megy, akkor toljuk is meg azt az oldalt. Szevasz Adolf! Hát mindegy, ez van. Én meg TD-vel nem fogom tudni megtolni. Egy többet kellett volna próbálkozni a lővére, de tök mindegy, mert akkor is átjöttek volna. Se baj, majd talán ez jobb kör lesz. Valahova ide beállunk. Túl messzire nem akarok menni. Nagy a kísértés, de nem állunk meg, nem fordulunk meg. Megyünk. Majd lövik azok a tornyosok. Az ilyeneket meg szépen ki kell kerülni. Muszáj, mert szerintem így is fogunk kapni spotot. És mindenlőbb pozícióba kell érni. Ha megállunk lövöldözni, még nagyobb esélye fognak kispotolni itt ezen a részen. De hogy lővel meg... Ez megint egy bukó lesz. Egyedül az IS-4 próbálkozik fölmenni egyedül, de... Jó, értem én, hogy három heavy van összvíz, de... Erre jó-e ide jönni. Tőlük is a Type 4 az ott maradt, ahogy elnézem. Tehát náluk is mínusz egy heavy, aki fölmegy. Mondjuk őt meg lehet talán érteni, hogy nem megy föl, mert egy csomó idő fölmenni ugye vele. Elég szar. A része látszik ki. Aha. Becset. Innen. A spotter mellettem lövöldözik. Gyerekem, nem mondom az őszintét, hogy fogalmam sincs, hogy mit kéne csinálni egyelőre. Azt hiszem, hogy csak fogom mindent tudni belőni. Kicsi, kis része látszódik ki, az is olyan, hogy lehet, hogy át kéne pozícionálnom ide. Csak az a baj, hogy szerintem oldalba fognak lövöldözni, de mondom az őszintét, inkább szupportálom a hegyet. Igen, ettől féltem. Nem értem azt a 13.90-et, hogy mit akar amúgy. Tehát, hogy... Ő mit akarott? Mit gondol, mit fogod beütni? Most muszáj vagyok annyira hülye helyen megállni. Ez sehogy se lesz jó, már érzem. Itt kéne megállnom, de ott meg ki fognak spotolni. Nem, az AMX, ő az az átütő erővel rendelkező tank, ami át fog itt ütni mindenkit. Haver, kéne ide spot. Legalább egy kört menjél már. Nem, jó. Mai nap nem lehet egyébként tehát ilyeneket elvárni. Ilyen alapvető dolgokat. Na, vagy csak mégis megindulsz? Nézd már.
ez például hova ment ez a lövés. Aha, és én hogy lettem felszpotolva, hány pokor mögött? Nonsens, gyerekek, nonsens. Itt lőttem el magam, hány bokor vesz körbe? De hát persze, kapja az ember a spotot. Hogyne. T-30-nak az oldala, az persze, az olyan kemény. Csak amikor én játszottam vele, akkor voltam puha. Szemből is. Ezt meg nagy eltalált. Ja, a 13-9-en most fogta magát és elment meghalni. Tehát mondtad neki, hogy spotolj, ugye, és akkor... Elmegy meghalni. Gyakorlatilag olyan pozícióban, hogy ne tudjuk segíteni sem. Az. Primer, ümmer, ummer. Na. Jó lenne, hogyha lejjebb jönnének. De nem fognak lejjebb jönni. Mondtam, hogy fakt. Tehát alapból nem mentünk fel a hegyre. Második alkalom, hogy pattan az oldaláról, torony oldaláról, mert nem szemből találtam el. Hú, az nagyon megindult, bakker. Az nem szorozik. Ne klikkeljél már! Halott vagy, ne klikkeljél! Nem találtam el megint. És persze spotolni spotoltak. Úgy van, ő meg belő. Ja, hogy hátulról nem fedessenek. Persze, hát mindenki fusson el onnan. Így is van. Na, gyerekek, ez ami, amikor néznek az UDS, meg mindenki hagyja, hogy hátulról szanaszét lőjenek. Ja, és még teszem hozzám, hogy én spotolva vagyok, ugye? Na. Hát GG. Srácok. Az ágyúban mi van? Ja, hogy ki van lőve abszolút. Na. Nem baj, megyünk addig egy másikat. Na, gyakorlatilag erről beszéltem, tehát itt. Neked klikkelnek, hogy fordulj meg, és ha megfordulok, akkor meg a másik irányból lőnek. Nem, inkább a ott lévő tankok, akiknek fedezni kellett volna, hogy hátulról ne lőjenek, inkább elfutottak onnan ugye, és beálltak izé bokor mögé, hogy éljenek még kb. Fél perccel tovább. Remek, remek. Se baj. Meg az ilyen remek spotterek. A Sheridan áll a bokorba, ugye, akinek a látótávja egy ló szart se ér, az AMX áll szintén egy bokorba a mapnak a hátsó részébe. Akkor megírod neki, hogy menjen spotolni, akkor lemegy alulra spotolni. Ja, és persze akkor már, mikor nem tudsz neki segíteni. Na, hát ilyen apró dolgok. A heavy-k ott maradnak hátul kempelni. De ez vagy egész nap egyébként. Ötszörös szorzó plusz szünet, meg ünnep. Best. T-54-e meg utálok ide jönni, de hát muszáj. Muszáj, pedig ide nem nagyon van lövegsüllyedésem. Azért jövünk ide úgy, hogy lehetne operálni egy kicsit. Kérdés, hogy kijön ide. Tehát akkor nem mondjuk oda megyek, hanem ide erre a kis részre föl. Egy arti van, az még egész jó. Így csak egy arti fog rám fókuszálni.
Lágy, ezek puhák, jó. Mert innen lehetne egy kicsit jobban lövegsüllyedést összehozni, bár így is elég nehéz. Ó, egy Emil, na az nagyon jó. Kell a gold. Persze, olyan szögbe is belősz. Te minden szögbe belősz. Ez probléma, mert letolnak. Közben a T10-be ott felsunnyogott, hát ez mi? Srácok. Édes Istenem, megint néznek és menekül az összes. Az Emilnek milyen lövegsüllyedése van? Az durva. Gyönyörűen nézel ki te is. Mindenki csak forgolódik köztük, én is. Végre már valami pattan is. Nem tudom, mi lehet a T-54-jel, de... jönni fognak hátulról is. Jó, hát ez ennyi, gyerekek. Meg kéne fordulnom. Bár olyan mindegy. Nem tudok jobban menekülni. Még egy kicsit. És megint nincs csapat, gyerekek. Tehát megint nincs csapat. Hol vannak? Tehát hol vannak a társak? Nézd meg, az is ott áll, nézi a holdat. Ó, persze, te tudtad, hogy erre fogok jönni. Te tudtad, hogy erre fogok jönni. Te annyira tudtad, öcsém, hogy erre fogok jönni. Aztán a morekkel sokra megyek. Jangos is gondolkodás nélkül belőle így a T-54-et. Na, nézzétek meg a tízes erőgyárat. Oda néz. Oda néz. Úgy védekeznek. Borzalmas. Hagyjuk inkább. Na, szóval ez megy egész nap. Hát egész nap, nem tudom, hogy egész nap, de jó pár napja, azt a pár órát így az egész összességében, amit játszottam. Ez megy. Mindegy, mivel mész, mindegy, melyik tírbe mész. Na, erős meg lett a nagy ágyú. Ezt is ki kéne próbálni. Nem is játszottam még vele. Szóval, ja, tehát mindenki a izére megy, hogy leszorzózza a tankokat. És ilyenkor mindenki elfelejt játszani. Tehát csak mint a zombik. Na, Adolf az jó. Tehát ez nonsens. Valószínűleg egyébként azért gondolom úgy, hogy rosszabb, mint karácsony, mert karácsonykor nem játszottam annyit. Úgyhogy... Tehát... Valahova bemegyek ide. Aztán meglátjuk. Már mondjuk most meg kell szokni, hogy izé töltési idő ugyanannyi, sőt még több is. És kevesebb a lőszer. Csak 4 kuló van. Úgyhogy meg kell szokni. Helyeket-es jó ága? Hát a helyeket maga jó volt régen. Most már kevésbé jó, de azért még használtam. Hát jó. Attól függ, hogy melyik rész, melyik izébe akarsz elindulni belőle. Tehát mi a végcél? Gondolom a E4, nem?
ez ilyen sokáig tölt. Baszki, hány már? 3 másodperc, nem 2. Na, az egyetlen egy arti kitlő. Hát persze, hogy engem. Ki más lőne? Vicc. Hát azért azt hittem, hogy maradt a 2 másodperces, ezért nem tudom, a másik ágyból se volt az annyira szar. És azért több lőszer volt, ugyanúgy azért volt. Volt olyan visszatartó ereje a tanknak. Ha nagyon kellett goldal át, lehetett azért ütni szinte mindent. Az E4-et, azt láthattad, meg tudod, hogy megvan, meg a T30-el is sokat mentem. Előtte mi volt? T30 előtt T... Ja, T28 Proto, hát azt meg kell szokni, mert elég lassú. Amúgy jó. Tehát elég különböző játékstílust igénylő az az ág, mert a Hellcat az gyors, meg jó, kamolyos, stb. A T25x2 az is nekem teljesen jó, sokan nem szeretik, szerintem semmi probléma nincs vele. Azt hasonlít a Hellcathez. T28 Proto nagyon lassú. T30-as semmi probléma, a kis ágyúval is teljesen jó, sőt, sokan azt is használják. Az E4 meg hát elég durva vadállat. T30 is egyébként jó, tehát azzal is torny azért tök jó lehet, bár nem olyan kemény a tornya, mint azt gondolná az ember, de... Az hova ment? Aha, értem, szóval bele a földbe, oké. Okay. El kéne innen húznom most már igazából, mert semmi értelme itt lenni. Nem mondom az őszintét. Persze. Persze, hát engem lőjél, hát nincs itt más, senki, itt senki nincs. Igen, de az azért vicces, mert teljesen más kategória. Mert ez még a gyors, jó izé, álcával rendelkező, mint a Hellcat, meg ilyenek, de utána nem lesz ez. Annyi, hogy tornyos. Téri, de nagyon más. Tehát pont ez benne néző, hogy más-más játéstílust igényel. Abszolút. De a T28 Proto a legizébb, tehát az a legnehezebb, mert elég lassú. Jó a páncélzata, csak tudja mindenki, hol kell belőni. Az ágyú, a nagy ágyú jó, meg mit tudom én nem el voltam vele. De játszottam előtte már lassabbakkal, szóval nem vészes. Csak meg kell szokni. Tényleg eléggé változatosan kell játszani. T67-essel is egyébként régen volt jobb. Amikor még az volt a T49. Úgy hívták, ugye. Sokkal jobb volt. Még a... Oh, hello. Még a nyitott... A nyitott tornyos időszakból. Nem tudtam írtani, hol lőjem be, bakker, van közel jött. Ja, hát és engem hátulról persze lő. Há, hogy nem mindig valaki, ott valaki lő hátulról. Csoda szép arcotok, hogy rohadna le. Ja igen, te is pont azt írtad, Adolf. Látom. Ja. Hát mikor még úgy hívták, ahogy. Ahogy kéne. Ja. Hát az jó volt, igen. Már kevésbé jó. Mondjuk ez bátor tett volt. Így átmenni. Ki is lőtett volna. Igazából nem láttam, hogy ez pont erre nézett. De abszolút érdemes elkezdeni ezt az ágat, csak...
Csak jegyezd meg, hogy... Aha, értem. Én ezt teljesen értem, csak hova ment a lövés? Jó, hát azért nem... Aha! Ez logikus, így van. Így van. Csak mondom, azt kell ugye megszokni, hogy nagyon változatos az irány. Főleg T25x2 után kell megszokni azt, hogy belassulnak a tankok. Tény, hogy páncélozottabbak lesznek, csak... Nem mondjuk. Most érzem, hogy elég szarszögbe voltam. Igazán még szerintem nehéz belőni. Mindenesetre azért vicces volt, hogy azzal a szar pontatlan, igaz, hogy át, hogy az AMX az olyan pontatlan még álló helyzetben is ő simán eltalált. Ugye? Mondjuk az is csoda, hogy én eltaláltam. Alig lógott ki belőle valami. Na legalább nyertünk. Annyira szar kör nem is volt, bár ez a 3600 nem egy egetrengető sebzés, de... A célnak megfelel. Hát mondjuk... Ja. Ez mindent elárul a csapatról is amúgy, hogy... Nem volt valami egetrengető kör. A T-54-es kör meg volt nyerve. És mikor meghaltam már? Úgy látszik a... csapat nagy része nem tudta, hol kell belőni. Az gáz, mondjuk. Annyira látom, hogy megyek át ide, hogy bejöjjek ide erre a részt a snipe-on, és hogy megyek át, már kapom a spotot oldalról, belém lőnek kettőt minimum. Abból az egyik lőszerre kezd lesz. Ha olyan nagy szerencsém van, le is láncolnak. Hát a mi spotterünk majd elmegy ide. Így, ide, bebújik ide valahova. Az övék meg ugye bejön egyből. Kíváncsi vagyok, hogy igazam lesz. Hát abban igazam van, hogy a mi spotterünk nem megy erre. Az biztos. Akkor szokásos középtaktika. Az ellenfél látja, valószínű megállt ott. Akkor majd lőni nem fogunk tudni, mert ki fognak spotolni lövés után. Izgi lesz. Na, itt megint kíváncsi vagyok, hogy ide megy mindenki, hogy áttolják-e. Avagy sem. Mert át kéne tolni, hiszen... Ott van mindenki. Olyan kapcsolnak, hogy át kéne pusholni? Honnan lóg bárki. És nézzek, állnak két tank van ott. Három. Itt meg ezek át fognak jönni mögöttünk.
Hol látszom, aki? Nem pusolják át. Ez probléma lesz. Nagyon hamar át kéne pusolni nekik ott. Pontosan ezért. Én túl lassú vagyok oda bemenni íze. Rezetelni. Tehát gyakorlatilag szanaszét lőnek, úgyhogy nem is fogok. Ez érdekes, mikor fordultam, láttam. Még ott előtte egy tető van. Meg kell fordulni. Nekik kell ilyen, mert agyonverlek, idióta. Jön a vízé. Ránk akar jönni. Persze. Tehát úgy lőttök meg, hogy gyakorlatilag nem is látszódok ki. Muszáj foglalkozni, mert hátba jön. Ez az izé szerencse, megint a light szerencse. Ugye? Lánc. Menjen oda, aki tud. Én ezzel mire odaérek, ötször szétlőttök. Na, egy arti lövésre dördül el, hogy rezeteljen. Kész, nincs rezet. Ennyi. És ki a tökön foglal, hogy nincs rezet? Jó, hát ez gyönyörű gyerekek, tehát az arti se oda lő. Oké. Se az FV mellettem nem ment senki. Én menjek rezetelni. Ezt most így itt hagyom, hogy hagyjuk így izé megemészteni a dolgot. Egyébként legjobban a izék szúrták el, tehát mire a heavy-k átmentek. Tehát mire a heavy-k átmentek ott a túloldalt. Gyakorlatilag három tank fogta őket. A GV nem lőtte meg a foglalókat. Az FA mellettem nem foglalkozott azzal, pedig neki lett volna ideje. A CDC szintén nem volt ott, vagy ő ment oda, nem tudom ki ment oda. De valami nagy HP, szerintem a T10 volt, aki oda ment. Tehát ők, akik oda tudnak élni. Esetleg még a Pilot, a T-54 talán. De ők hátrébb voltak. Ennyi. Na, hát lényegében 5000 sebzéssel nem értem szart se. Ennyi gyerekek. Mert hát ez persze nem elég. Ugye? A sebze. Na mindegy. És persze majd egy olyan csata lesz leszorzózva, ahol nem tudok majd semmit sebezni, vagy kilőnek az elején. Ilyenkor, mikor 5000-et sebzek, akkor mondjuk... Miért is nyernénk? Annyira tipikus egyébként. Spot. Na, azt is megnézem. Most van 4 spotter, abból ki fog egyáltalán ide menni és spotot csinálni rendeset. Tehát olyat, hogy lássuk is, akik itt elmennek. Kettő tipikusan nem oda megy, ugye, mennek majd ide megállni. Ami nem probléma, ha egy jön normálisan spotolni. Csak ez a baj, hogy a T-71 be lesz engedve. Innentől kezdve pedig fuck the
Ha csak nem, ha ő nem jön vissza, akkor jó, így jó. Na, akkor most kell spotolni, gyerekek. Csak mondjuk ne azt a szutykos lightot. De ha látom, akkor kilövöm, mert... Lőjük, igen. Tőle már nem is kéne a robbanósra. Látszik a feneke. Ne klikkeljen, mert fú, agyom. Lá! És most szerinted innen ki tudjuk lőni a ház mögül? Mi át tudunk lőni a házon? A drágalátos IS szerint. Nem baj, legalább átváltok normális lőszerre. Klikkeljetek már még 47-et, léci. Na. Kikukizik. Nem baj, az ott nagyon jó helyen van. Amíg onnan nem tud kijönni, addig jó. Ott fogsz nézni. Jó. Ennyi ilyes, remélem jól fogsz most már aludni. Pedig ezt az ágat is majd valamikor el akarom kezdeni, de... Oh. Jó, a T30 azt szedik. Ja, most megint veszekszünk a helyen, akkor arrébb állok. Ha te nem vagy képes. Jó, bevittünk egy sebzést. Az jó. Próbálok még előrébb menni. Valahogy úgy. Az egy IS-3. Igen, így akartam, hogy akik jönnek vissza, mert pusolják őket ki a városból, azokat meg lehessen lőni. Most az a KV-3, ő nem tudom, hogy mely dimenzióban van, de... T-54-et ott meg lehet lőni, csak... Jó, még egy picit előrébb megyünk. A szúrdobban két tigris el van magával. Bár... Az baj, mire odaérek, ott megeszik a... Mondjuk az IS-3, az nem tudom, hova lett. Ja, ott van mögöttük. Hát szerintem azt lenyomják ott a srácok, úgyhogy bemegyek ide segíteni. Mondjuk úgy közelebb van. Hát azért annyian le tudjátok azt az IS-3-ot győzni. Ó, de hát itt sincs. Na ezt mondom, hogy az 5000-es kör az ugye nem lett leszorzózva, ez meg le lesz. Mondjuk nem vészes, de... Jobban örültem volna annak a körnek. De szerintem ezek is el fognak fogyni, mire odaérek. Ha a T-28-nak van egy kis agya. Ezt, aki kitalálta ezt a területet ide, mármint ez a talajellenállás, amit van. Jó. Az egy vicc. Hogy így gyakorlatilag nem lehet haladni tankkal. Jó, hát persze ugye ez a két rész van egymáshoz a legközelebb, ugye? Hogy nehogy már ide lehessen szágúlozni. Csak hát... Szavaszárius.
Hát igen, jobb lett volna az 5000-es kő lett volna leszorzózva. Be lesz. De... azt hittem, hogy izé, de hát ehhez képest itt a többiek. Na mindegy. Jó van. Tök mindegy, le van szorzózva. Ez úgyis talán ilyen megtartós. Bár egyébként azon gondolkozok, hogy a legtöbb tankot azt úgyis meg fogom most már tartogatni. Meg visszavásárolom, kivéve az ilyen, ami nagyon fostaliga. Azokat nem igazán. Majd egyszer. De például ma eszembe jutott, hogy a Tigris 1-es 2-est vissza kéne majd venni. Azokat még szerettem is. Kérdés, hogy a mai felhozatalban mit tudna az ember vele kezdeni. A Tigris 2-es az annyira nem volt az, sőt a Tigris 1 se, hogyha saját tírjében van. Hát majd meglátjuk. Na jó. Beállunk valahova. Itt is szeretek ide beállni. Mármint inkább oda. Onnan egész jól lőheti az összes terület. Plusz, hogyha valaki figyelget, hogy honnan lövök, akkor az van mi mögébe bújni. Aztán ha nagyon pusolják ezt a részt, ugye itt, akkor innen el kell majd jönni. Bár nem jellemző, de... három arti. Úgy látom nagyjából, hogy spot nem nagyon lesz. Mindegy, azért fókuszálunk nagyjából ide. Hogy aki itt átszalad. Esetleg. Ott a madár. Hogy átugrott a madár, figyelj. Portál a madár. Hello. Hello. Hello, Béla, neked ide kellett állni, nagyon örülendek. Igen, szóval azt akartam mondani, hogy kicsit előbb kellett volna, vagy elé egy nagyon picit célozni. De nagyon jó, hogy ide állt a csávó. Most mi a látom a színezett tankokat? Azért, mert áraktam a karácsonyi skint az E4-re, és akkor így látom a színezett tankokat. Nagyon szép öcsém az a tank. Meg is jelölöm, jó? Hogy azt tetszik. Nem örülök neki, hogy itt állsz. Megmondom az őszintét. Ugye tudod, mi az a modern izét, azt kigyűjtöttem. A díszeket is ugye meglett a modern karácsonyi festés. Gondolom akkor ilyenkor, mivel az is ilyen izének számít. Így gondolom akkor aktivizált, és akkor látom a különböző festéseket. Eddig nem volt olyan nagyon izé... rikítóan rusja tank, de... legalábbis nem nagyon láttam. Vajon? Há nem, hát lövöm azt. Úgy még gyere is be, úgy. Még így cselé esett. Azért mozgok el, mert így, hogy kettel lövöldözünk itt egy helyről szinte, nagyobb az esélye, valaki kuksizik erre, hogy észrevesz, hogy lövünk. És ne találtán, ha nem az én lövésemet veszi észre, vagy mit tudom én, hogy oda lő. Akkor az jó nagy szívás. Billegteted a tankot? Billeg, most hát, most nem, most előre megy. Zsír. Jó, menjünk vissza kicsit előre. Mozgott. Nem engedélyeztem eddig.
Drébe bepipáltam, hogy ne legyen. Egyébként, tehát... mióta a skin van fönn, ami nem történelmi nekem is, azóta látom. Másokon is. Próbáljuk meg. Tudtam, hogy nem, de nem baj. Az a tigris az ott. Persze, szerintem azt ki fogják lőni. Menjünk, segítünk ide. Ah, csak oda nem látok be, a szátrébb kell menni. Csak lövök még ide egyet. Gurult. Na. És valahogy igyekezzünk úgy bőni, hogy lehetőleg a mieinket ne lőjük meg. Ez akkor még hátrébb kell menni. Már megmondom az őszintén, most már nem éri meg oda lőni. Inkább ide. Ha van rá mód. De nem fog az eltönt, hogy kijebb jönni mi. Hát! Jó. Nézzünk kartikat. Hova szoktak bújni? Valahova ide, nem? Mármint... van lassabb náluk? Van, akkor az csak ide föltolja magát. Valahova ide. Szerintem. Bár mondjuk várja, ez a sarok. Nem ide szoktak, hanem itt valahova ide, nem? Várja, hogy nézem a domborzatot. Hova szoktam én állni? Ide. Mert nem látom minden, hogy melyik van magasabban, de valahol itt szokott lenni, nem? Szerintem most már helyezkednek, vagy mindegyik oda ment volna. Azt kétlem, hogy mindegyik oda ment volna. Szerintem a GV az itt van valahol. És nem lövik el magukat azért, hogy közel jönnek, tudjanak lőni. Itt biztos, hogy vannak. Azt gondoltam, hogy a kettő az ott van, de a GV az nem ment oda. Ez szinte biztos. Mondjuk lehet, hogy volt ideje. De az olyan lassú, hogy nem hiszem, hogy megkockáztatta. Max esetleg még fölállt a... hát ott van. Előbben magam, az valami lesz. Ennyi. Leopárdé lesz így. Hát mindegy, ez is le van szorzózva, annyira igazából nem izgat. Bár lehetett volna egy kicsit több találat is. Hát, ahhoz képest ide se kell sok. Túlságosan már, hál' Istennek. Na, estéha egy. Kicsivel több mint 10 000 kell. Tehát elvileg ma meg holnap, ha egy menni, vagy ha már ma mennénk egy jó kört vele, már akkor nem kéne sok hozzá. Megmondom az őszintét, most már jó lenne ezen is túllépni, mert a jelenlegi tankok közül szerintem ez van a legrégebb óta meg. Mármint így, ami
itt áll már a régóta a garázsomból, hogy húzni kéne, úgyhogy. És nagyon ilyen vegyes az érzelmem vele kapcsolatban. Minden esetre tájpat van egy, már nem lenne rossz. De nem baj. Meg lesz ez most már hamarosan. A tankattól függetlenül meg lesz hagyva. Most mondom, már mindegyik tankot, főleg ami olyan meg fogom hagyni szerintem. Most már van elég olyan tankom, amivel lehet farmolni bőven, úgyhogy egyedül ezért nem fogom meghagyni az AMX 65T-t, az újat, mert az valami borzalmasan fos. Meg az előtte lévő hetest, amivel szenvedtem. Azzal soha többen nem fogok játszani, úgyhogy csak a helyet foglalják. Jó, jön egy Indian Panzer. Nem valami combos társaság. Találom el. Inkor mindenki megáll, az ohó, meg ilyenek, én nem fogok előre menni. Addig egyébként, mert teljesen fölösleges. Hogy lepattant? Leugrott szinte a szikláról. Azok nagyon jó be mentek oda egyébként. Itt vannak a nagyfiúk. Hát nem mondom az őszintét, hogy... Még az IS-3 oké, de Indian Panzer is megállott lenn. Ugye az nem találta? Ilyen lassú lövedék. Jó, a badge-et feladta. A Ru pedig még próbálkozik. Gyere, még próbálkozzál kijönni. Az a baj, onnan szarrá tudnak lőni. Itt nem nagyon leszünk itt jóba. Túl sokan jöttek. Ezt mondom. Ezt mondom, hogy a Ru szana szétlő. Jó, gyerekek, innen húzásom. Bármennyire egy szar, el kell innen húzni. Gyakorlatilag nem tudok ott mit kezdeni, úgyhogy... Annyira masszívan tartják. Most azt nem tudom még, hogy van-e értelme bemenni itt középen. De lehet, hogy innen kéne, és akkor... a rút kiszedni. Vagy itt áttolják a srácok. Viszont ott mi áttoltuk. Szerintem vissza fognak majd menni. Spotot nem kapok majd csak a rútól. De mellé lőttem. Ez egy Conqueror volt. Istenem, hogy olyan tetves, lassú itt ez a rohadt tank. Mondjuk az össz... Persze, még mindig fel vagyok spotolva, egyértelmű. Egyértelmű, hogy mindig spot alatt vagyok. Persze. Na, megint spot alatt vagyok. Így van. Folyamatosan spot alatt vagyok. Csak tudnám ki, a tököm spotolt fel.
muszáj tartani a távolságot gyakorlatilag, mert... Jelenleg ezzel ez az egyetlen egy normális esély. Nézzük, a srácok elbukják, ott hányan átmentek. Fú, öcsém, az a lassú izélövedék. És elbukták, nézd meg. E75, elmondjuk még annyira nem, de... A lőve meg a Conqueror, nem tudom, hogy ketten ilyen lassan haladnak ott. Ha ők hárman életben maradnak az E-75-tel együtt, akkor még van esély. T-34-et kéne meggyepálnom. Csak senki nem fogja megint meglátni. Jó lenne. Fel is szépen lövöldözi itt a dolgokat. Az baj, hogy a T-34 mindig itt van. És fog lőni valószínű. Próbálok a Conqueror mögé menni, csak az a baj, hogy nem lesz support. De talán a Ferdi supportnál. Hova a tökönbe lett? Lement? Ő már feladta. Ő már feladta. Szóval egyetlen egy probléma a tankkal, ugye, hogy rohadt lassú a lövedék. Főleg. Meg elég pontatlan is egyébként a csóri, de... Na. Gyakorlatilag 4000 kell hozzá, akkor holnap leszorzozom, akkor a Type 61 ez meg lesz. Meg hát mondjuk nem ártana még a nagyobb izé rádió, de... Mondjuk mi lehet, hogy az is majd belefér. Hogy meglegyen. Na jó. Mehetünk tovább. Ja, még a... Leszedtem róla. Mindegyikről leszedtem, azt hiszem, jó. Ezen is jó lenne most már túlmenni, mert annyira nem csípem. Tier 7. Ez nem probléma elvileg. Kérdés, hogy a csapat mennyire akar erre rátenni, hogy mondjuk probléma legyen. Hát, megyünk ide valahova bohóckodni. Aztán meglátjuk. Majd nézem, az E-25 is erre jön. E-25-tel ebbe a tírbe lehet maradni. Azért itt mindenkit átlő. Probléma nélkül. Ha más nem, akkor goldal. Jó alacsony ez a tank.
Oda nem fogok kimenni. Majd lövik a mögöttem lévők. Azok a pályázók, azok, akik itt néznek ki. De nagy valószínűséggel nem jön senki. Bár a vékát valaki kilőtte. Kérdés, hogy ki? Ó. Pattam. Aha, értem. Tehát kapom a spotot úgy, hogy dupla bokor mögött voltam. Értem. Pontosabban úgy, hogy előttem is volt egy bokor, meg ez a bokor. Tehát mikor nem látszik át abszolút a tank, ugye. Az a baj, hogy pont ott egy rés. Akkor használjunk ténylegesen dupla bokrot. Hát gyerekek, jó lesz itt megtolni valahogy, mert itt fognak jönni a legtöbben. Hogy kávéjárom az folyamatosan felfelé tolat. Á, 25 az nem szarozik. Mondjuk az elég könnyű befordulni, nyom egy kéziféket is izé. Ugye befordulna. Csak nem értem, miért nem lő rá. Na, megindulsz KV2, talán, ha? KV2? Nem? Ha neked elég lenne mellé böffenteni. Nagy batár fejétől nem lehet lőni. Gondoltam. Az egy kicsit kigyulladt. Csóri. Az hova ment? Belehaltam. Az jó. Oké. Értem. Ja, már nem volt full HP-m. Baj. Csak nyerjünk. Addig se kell játszani ezzel. Kapott egy lőszerek, ezt is szerintem, ahogy így hallottam. Győzelem. Ja, most nézem, hogy Darth Vader ölt meg. Jó, teljesen megfelelt. Itt sincs olyan hú, de sok. Valószínű ebből is meg lesz majd a...
a hetes szintől a héten, majd meglátjuk. Na, Fézi, te vagy egy nagy kakuk tojás. Nála is már a nagy ágyúhoz nem kell sok. Tehát nála annyi előrelépés lesz, hogy utána már fullos lesz. Valószínű, hogyha most sikerül leszorzózni, akkor meg is vesszük rá. Mert ez az ágyú, ez elég gyenguska közelharcba. De nem vészes, csak... Nem tudom, hogy a 10-es gyorsan tölte ugyanúgy, mint ez, de... Szerintem annyira gyorsan nem, mint ez, de tényleg, hát mondjuk azért golddal lehet operálni közelharcba, csak... Hát kíváncsi vagyok, milyen lesz a nagyobb ágyú. Hát bemegyünk a városba, aztán valami lesz. Különösebb tervek most nem nagyon vannak. Elég sokan jövünk. Nem rossz. Remélem, hogy jutunk is valamire. Ugye ennyien jövünk. Hát, hogy bemegyek én is most ott hátul. Túloldalra is mennek elég szépen. Csak talán egy normális csapat. Lekopogom gyorsba. Ők nem mernek előré menni, az probléma viszont. Mert legalább a kis dombocskáig érdemes előre menni a szupportálóknak. Hogy onnan vissza lehet menni oda, ha gáz van, ahol vannak a... Most a panterék. Hát vézi az arra ment, a gonoszi kertesó. Egyelőre nem látni senkit itt. Tudunk is, a srácok még nincsenek sehol. Úgyhogy várunk. Ott a lámpaoszlop? Nincs ott a lámpaoszlop. Varázslat. Na, ott valaki kikugizik, vagy nem néz ki? Senki. Látom, hogy nem nagyon érdekli itt a jó népet. Mondjuk azért feltétlen oldalról nem kapnék be egy sebzést. Olyan veled. Na jó van, ezek nem jöttek ide. Gondoltam. Gondoltam már protót, senki nem lövi meg, de engem, igen. Tipikus. Tipikus. Ja, hogy itt vannak a nagyfiúk. Aha. Akkor szerintem inkább bemegyek itt középen. Mert az E5-öt ezzel nem fogom beütni. Ilyen távolságban meg pláne nem. Aha. Esti egy. Menjünk. Meglepődtem, hogy megláttam. Miért? De miért engem? Miért nem az esti egyet? Büdös szarház IS-3. Meg át... Oh, wow, 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 wow. Ja, hát persze, te azt figyelted, hogy én ott ki fogok jönni. Én is leszek ingatlan kereskedő, az biztos.
Na, akkor használok más páncélt. Majd az arti figyeld. Majd mindjárt. Na. Ugye? Mert hát ki más lőjön az arti, mint a kis AP-s 9-est, ugye? Ki mást? Az artik már csak ennek. Ja, és ugye elbuktuk. Ki gondolta volna? Jó. Lépünk is túl ezen. Na, a kombi a másik dolog, ami... Amit nem igazán izé. Mentem, általában az jó szarköröket megyek vele. Utkó mentem egy 4000-es kört, hanem mondjuk az egész jó volt. Hú, hogy izéltek az ívet ott akkor nekem, hogy jaj, te szar, izé, miattad vesztünkbe, mit tudom, hogy blablabla, Tony ment a izé. A Duma. És akkor végül is én hoztam le nekik. Utána bekussolt az összes. Egyetlen egy bajom van vele. Ez a kis ágyó, ez nagyon jó, gyorsan tölt, mit tudom én. Hogy hamar elfogy a lőszer, kevés a lőszer. Tehát ez a 35 darab lőszer, ez nonsense. Ezt ezzel a tűz sebességgel, te gyakorlatilag 6 másodperc alatt betölt, olyan hamar elpufogtatod, úgyhogy nagyon okosan kell lőni vele. És inkább csak a biztos lövéseket szabad elengedni, mert nagyon hamar el tud fogyni. Sajna. Meg ezekre hajlamos egyébként, hogy nem eltalálni dolgokat. Legtöbbször az van, hogy ránézek valamire, be van célozva, izé, és nem találja. Sokszor van ilyen. Jó, van már. Inkább spotoljatok. Light ott van folyamatosan. Szaros ház. Ki a tököm lőtt meg? 112, de honnan? Ja, hogy... Óhó, meg betolat elém. Ne nézzél, baszki! Ne nézzél! Ne tolassál be elém máskor. Ja, mert persze már robbanó van betöltve. Oké. Okay. Azt meg hagyják rám jönni. Istenem! Ezt a sok nyomorékot! Remek. Na. Ki gondolta volna? Na jó. Megint az egész csapat itt volt, és semmi. Semmi, gyerekek. Tehát egyszerűen nulla észre játszanak. Mindenki megáll, és nézi. Pláne heavyvel megállnak, ugye, meg a medekkel. És akkor nézik, hogy most akkor mi van. Kintre ugye nem ment senki. És megint ez a pálya. Újon, erőltesd!
annyira egy szarpálya. Ez kisebb tírbe, max 5-ig kéne ez a pálya. Vagy nem is kéne. Idejét múlt eléggé. Most egy ilyen tankkal mit lehet itt kezdeni normálisan? Aminek a sebessége, meg a távolságtartás lenne a cél. Milyen távolság itt? Itt egyedül talán a heavy-k tudnak boldogulni. Ott sem mindegyik. Egyszerűen kicsi, kicsi ez a pálya. Tehát bárhogy is nézzük, kicsi. Ez a legnagyobb probléma vele. Mindegy, taktika az előtt látottak. Igen, aztán nem érdekel. Majd lesz szorzózva. Na, most annyi a különbség, hogy egy heavy megy ki. A T-34-et még megérteném, mert lehetne tornyozni, de úgy, hogy van két arti. Nem lesz spot. Kísértetiesen hasonló az előző kör. Nem lettem spotolva. Ott a pont befordulsz. Hát hogyne, kiseló a tank, de azért te belövöd. Na, jó. Akkor a kövi. Csak egy a probléma, hogy nincs spot továbbra se. Egy 5T-34 tudja meglátni a dolgokat, ugye? Jönnek hátba amúgy. Nem? Ez a lövés hova ment? Kérdem én. Igen, az oldaláról pattansz. Az deréköcsöm. Valamit nagyon gyorsan variálni kéne. Na most. Minusz egy T-34. Az a baj, hogy kimegyek oda, ha kapok egy spotot, akkor az Artik ide fognak jönni, már pedig a Centurion-t ki lehetne pukkantani. Jó. Csak meg fogom kapni a fókuszt. Jagdtigárd, láncold le. De egy, hát nézzük, ott állnak kettő, és nem lövik meg. Hallod? Nem lövik meg. Nem lőtték meg a csávot. Ott néztek kettő, hogy hát most akkor... Ah, jó, persze. Gapád is üveges volt. Ez egy vicc amúgy. És ha nem arra megyek, hanem mondjuk arra... És ha nem arra megyek, hanem mondjuk arra. Na, kuki. Akkor kilő más. Akkor majd én. Ha nem lövött ki ilyen sárom, nem tudom mi a szarra vártál, öcsém.
tehát innentől meg fágd, mert nagy valószínűséggel visszajöttek. T10-et kéne kijátszani. Kérdés, hogy hogy. Nincs spot alatt. Vagy a VK, nem tudom mennyi HP-n van. Az IS-3 full HP-n van. TVP is. Majdnem. Baszki. Nagyon jó, és most kaptam egy spotot. Nagyon jó! És a TVP? A TVP erről az oldalról, ahol itt állt, átjött ide, tehát úgy, hogy még spot, ja nem, egy másik TVP volt, akkor jó. Akkor nem szóltam. Na hát gyerekek, megint egy remek csapat volt, tehát nulla logika. Ezek is innen eltűntek, akik itt jöttek velem a másik oldal is. Hagyjuk is. Hagyjuk is. Vereség, vereség. Mindenhol csak vereség. Pff, másik legjobb pálya nagy szinten. Ezeket a egyes szintű pályákat minek rakja be 10-re? Mai napig nem értem. Nem azt, hogy föl kéne menni a tetejére, de nem fogok fölmenni a tetejére. Pont azért nem, mert nem fognak szupportálni semmilyen formában, úgyhogy bekaphatják. Ennyi. Tehát a lightok is megállnak itt. Most elindultam volna, a lightok nem jönnek föl. Ez ennyire egyszerű. Lőttünk meg senkit. Ja, és én maradok itt egyedül? Azt úgy mondjuk kihagynám. Ha egy mód van rá, úgyhogy viszontlátásra. Gyerekek, ez a mai nap, ez... Olyan csapatok játszanak. Olyan csapattársakat kapok ma, pontosabban, ugye? Senki nem maradt itt. Most a lánytokkal mit csinálok itt? Körülbelül semmit. Egy artima lehet viszont, hogy azt csinálom, hogy középtájra. Pontosabban ide bejövök. Most menjetek ám föl. Be fogják foglalni. Be fogják foglalni.
Persze. Dögöljetek meg. Keppeljetek be. És mennyit kaptok majd XP-be? 200-at? Hm? Pláne amelyik bekeppelt. Hogy nem csinált semmit. Ó, hát én kérek elnézést. Kaptatok 100-at meg izét. 200-at. Azt ötszörösen akkor kaptatok egy 1000-est, igaz? Ha jól számolom, köpö. Tényleg megérte. Remélem mindegyiknek szózós köre volt. És az a baj, hogy nagy tírbe is ilyenek vannak, tehát ezek a... Így ülnek a gépet és... Most menj a mama W-t, és akkor kérje ilyenkor a chatbe egy elszokás, hogy vö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 v
Nem, mert a zombik azok legalább tudják, hogy mit akarnak ugye agyat tenni, ők még azt se tudják, hogy mit akarnak. Némelyik egyébként. Tehát ilyenkor, mikor a csapatnak nincs teljesítménye, olyan szempontból, ugye most az ellenfélről beszélek most az előző körben, ő nincs sebzés, játék elej első 2 percénél vagy 3 percénél elkezdesz foglalni, és befoglalod, és akkor mit, azt mondja, nyertetek? Oké. Okay. És akkor mit kapsz érte nyertes csatáért? Ha te nem, például aki befoglalja, nem sebes semmit, nem fog föl páncél, ezért bekeppeled, jó, azért kapsz valamit is. Mennyit? 200 XP-t kaptatok, mert nyertetek? Oké. Okay. Annak az ötszöröse az nagyon, nagyon kecsegtető. Az egy átlag vesztes kör, mikor sebzel 2000-et egy tankkal. De hát mindegy. Én akkor látom értelmét foglalni, mikor nincs más lehetőség arra, hogy nyerj. Mikor a játék, meg a helyzet úgy. Az ott áll AFK, az próbál jönni, de én nem tudom, hogy meddig tart neki, ideig eljön ez a KV4, ennyire nem lassú. A többi meg elment a csába, úgyhogy akkor hello. Én nem fogok egyedül ott izé harcolni, meghalljak először. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm, játék. Lehet, hogy... Úgyhogy nem lesz spot. Akkor nem puttyogtatunk. Oda. Hát menjünk a másik oldalra. Majd nekem fognak klikkelni, majd figyeljétek meg, hogy miattad vesztjük el ezt az oldalt, mert elmentél. Aha. Fönt kempelő csávó meg kattingat, hogy figyelj, már jönnek. Védd már meg a segünket. Köszönöm. Az abból a 103 nagyon jól néz ki, hogy ott áll és ott próbál védekezni. Aha, csak ő AFK. Na. Aztán ha majd itt átjönnek, akkor lehet, hogy szépen visszarolnak ide, azt lövök egyet-kettőt. Vagy nem. Vagy a tököm se tudja. Attól függ, milyen kedvem lesz. Én azért eltaláltam volna ezt, mondjuk. Bocs, bocs, bár nem tudtam, hogy te mikor előre indulsz, vissza akarsz tolatni. Hát oda nem szoktam már állni, régen odaálltam, de a kispotolnak akkor halál. Régen onnan nagyon jól lehetett amúgy lőni ide föntre, csak a kispotolnak akkor fagd. Akkor sajnos fagd. Az is elég szarul állott. Már nem fogom átütni valószínű. Na most kéne még egy jó spot. Az igen. Kár, hogy odalőttem valahogy. Na ez talán. Ő nem. Conqueror úgy gondolja, hogy áll. Beveszem a leszarom tablettát. Ez is nagyon érdekes helyre ment. Nem olyan 103 fölkelt. Életre kelt.
Lehet, hogy megpróbálok innen lőni. Ja. Egyet-kettőt, de proto az nem fog kimenni. Jönnél egy kicsit előrébb, hogy áh, izé, megindulok, meg kemény vagyok. Nem, nem jó, akkor visszamegyünk. Visszajövök itt hátul segíteni. Mondjuk tartják még, de... De valahogy úgy gondoltam, hogy valami a hátrébről beszupportálni egy picit. Sőt, most már nem is kicsit. Az a baj, túlságosan előre mentek, tehát teljesen kimentek. És itt a csávóknak szólok, hogy jöjjenek segíteni. Pattant. Mert én szeretném spotolni. Ja, hogy ti ott, ott mentek le. Aha, értem. Akkor én kérek elnézést. Az mondjuk jó lenne a vézé. Mondjuk úgy meglőni, hogy meg is dögöljön. Ó, hogy te kitátszodsz. Nem megyek előrébb, mert gyakorlatilag csak szarrá lövetném magam. E3 meg fog őket ijeszteni, és erre be fognak jönni. Azt gondolják, hogy erre biztos, hogy jobb lesz. És azért is maradok itt. A másik két TD nem nagyon akar lejönni. T49 már meg is ért. Ő vissza... Nem, erre jön fölfele. A szart csinálsz te? Én mindent értek. Na jó. Mert így nem lesz sebzés. Ó, te meg! Ó, ott van valaki és egyből odalő. A csávó, az ilyen pro. Ja, hogy te kétszer is lősz? Ah, értem, amíg én betöltök. Jó kis T49 vagy te. Már nem azért a két fillérő. Tudnám, hogy hogy lőtt ez kétszer. Kis ágyú is robbanó volt betöltve, az érdekes. Ó, és az E3 ritting nem arra megy, amerre kéne. Így gyakorlatilag le fognak tudni jönni. Rám. Ide nem látok rámi. Viszont az IS-3-ra igen. Istenem, az a fostalicska. Az a baj, nem vagyok HP előnybe. Support, baszki. Szóval, hogy a szarból oldja meg ennyi HP-val. Be kéne vinnem úgy egy lövést, hogy ne kapjak egy lövést. Van ez olyan hülye, hogy ellövi magát? Senki nem jön ide segíteni, nézzétek meg. A 3 TD-t is. Persze! Aha! Persze! Persze! A VZ innen a sarokból
belő a sarokból. Tehát itt dugtam ki, valahol ott áll. De nem baj, az a lényeg, hogy nektek full HP-tok van és innen tudtok lövöldözni. Ez a lényeg, gyerekek. Hogy egy se jött ide segíteni, vagy legalább maradt volna ott, hogy ide lőjön. Na, és akkor vesztünk. Persze. A vézi az belőtt. Így van. Úgyhogy nem lesz potolva, teszem hozzá. Érdekes szituáció volt, na mindegy. Egyébként az ilyes sarom simán rám jöhetett volna, egyébként. HP előnybe volt. Mondjuk egy kicsit később tört be, de... Hát mondjuk... Nagy valószínűsége meg lehetett volna enni, akkor ugye, ha rám jön. Mert nem volt a helyzet magaslatán, csak ez volt a szerencsé, hogy a vézi meg mögötte volt. És egyébként az E3-at is azért lőtték ki, mert ezek a Scorpio meg az FF semmit nem csinált. Tehát nem szupportálták őt se egyébként. Ami elég nagy probléma. Hát ez van, gyerekek. Másik oldal meg bealudt. Tehát ott már mikor áttoltuk azt az oldalt, és gyakorlatilag nem csináltunk semmit. Az egy lövés, ami pattant róla, az bement volna az IS-3-ra. Hát nem tudom, hogy jó ötlete ide jönni. Nem túl jó ötlet, de... Oké. Okay. Ilyeneket nem szabad lőni ezzel a tankkal amúgy. Mert nincs elég lőszer hozzá. Toronysebesség. Jó, hát ez itt fagy be. Gyerekek, tehát ez olyan szempontból, hogy ott senki nem figyel. Mikor csak egy esti a kettő. Na jó, próbáljunk meg valamit alkotni. Sokra fogok menni. Itt. Az E3 ellen mondjuk. Na, hát, megkaptam a fókuszt. Van ez így. Ez egy butaság volt. Mivel light-tal vagyunk, kéne spotolni, de azért nem fogok spotolni. Egyben nem szeretek. Mert nincs értelme gyakorlatilag. Kettő, mivel top tier light vagyok.
Ezért nem fogok spotolni. Gyakorlatilag hiába megyek, mennék le, ugye, spotolni. Senki nem lőne rá, amit felspotolsz. Ez tipikus, úgyhogy... hagyjuk is. Megyünk szépen merezni. Többi még nem igazán izgat. De hova lőttem? Hát jó. Ez mondhatni egy gyönyörű teljesítmény volt. Becsülendő, hogy ilyen gyönyörűen mellé lőttem. Valószínűleg a végkel vissza fog jönni. Kit lősz engem, igaz? Ki mást? Igazából láncolni akarnám. Csak... nem igazán jön össze. És eltűnik, hallott spotolom. Csak egy pillanatra ne nem nézzél. Ó, hogy az a löveg süllyedéses, édesapád. Jó, töltünk. Aztán megyünk segítünk a Leónak. Mert a VK most már nem fog visszajönni, ebbe szinte biztos vagyok. Viszont így már arti veszélybe tudunk lenni. Igazából a VK-t ki is lehetne ittatni, csak az a baj, hogy jön egy Oni. Ha jól láttam. Az pedig sosem jelent jót. És igazából... kiiktathatnám a VK-t, elég rizikós, de... meglépem. Viszont Leo, neked butasság ide jönni. Én nem azért jöttem ide, hogy izé legyen. Mut azért, mert az AT itt fog jönni. Ah, te tudtad, hogy itt... az igen. Tölti kézek. Úgyhogy nem fogom tudni kilőni. Vagy mégis. Na jó, akkor már csak ezt a két nagy batárt kéne legyűrni, akik... ja, hogy nincs már itt senki. Aha, hát jó, akkor innen futi van. Akkor innen futi van. Ugyanis nincs supportunk többé. Elfogytak a heavy-k. Jó, akkor átöltünk. Megállunk itt, majd lőni egy kicsit. Azért goldal csak át fogom lőni itt egy-két okos tojás fejét, legalábbis remélem. Az Onira senki nem lő. Elvileg spotolnom tudni kéne. Ils sont seulement touchés. Il a rebondi.
Jajaj. Jajaj. Jó, hát végül is csak nem értem, hogy azt az árt senki más nem lövi. Jajaj. Köszi a lootsot, Tomi, és szia. Hol az AT? Innen már meg kéne látnom azért. Hogy nem látom meg? Na azért. No. Az Arti miért nem lő ide? Nem, az Arti nem lő. Az a bogya izé. A Super Pershing mindjárt itt lesz. Azt kéne megtudni, ha itt megyek lendülettel, nagy lendülettel, akkor vajon föl tudok menni? Ezt csak azért kérdezem, hogyha... Nem. A Super Pershinget, hogy meg akartam volna így kerülni, de... Mindig kukizok. Hát ez úgyis fagd. Azt hittem nem látott meg. Na a Scorpio G az még tudna itt mit. Elterelem a figyelmét. Jó, ez szép volt, Scorpion G. És ki se nézel, hallod? Most elhittetem azt, hogy én innen elhúzok. És akkor hát elindul, és Scorpion meg tudja lőni. Na jó. Tölti. Ez a probléma elhárít. Milyen Scorpio kilövette magát. Ki gondolta volna? Hát... Rátöltök, mert szükség lesz minden élőszerre. Arra a T25-2-re rá kéne mennem. Srácoknak besegíteni főleg. Meg azzal elbánok én is. Mondom ezt úgy, hogy nem biztos. Mert ha mellé lövök, akkor fagd. Újra rátöltünk. Ez kb. Olyan, mint mikor a South Parkba a vidéki már ráiszik. Mi is rátöltünk. És a Super Pörit kéne úgy elkapni és olyan helyen fölmenni, hogy hátba kerüljünk. Feltéve, ha följött. De egyáltalán nem biztos, hogy elindult erre egyébként, ezért fosok. Mert ha viszont ugyanitt van, akkor viszont elé jövök ki. És az rohadtul nem kellemes dolog. Ezért lett volna jó a T25 föl spotolná, úgyhogy én itt nézek föl. Szerintem visszamegy amúgy. Vagy visszament. Próbálok úgy Az hogy tűnt el? Próbálok úgy közlekedni, tudod, hogy nagy tempó legyen, kevésbé tudjon eltalálni. Ez a Super Pörére még mindig nem elég, ez a 4 skuló, de most nem fogok rátölteni, vagy mi a 3 skuló. Viszont ő lassú. Tehát ha vissza is ment, akkor elképzelhető, hogy valahol itt lesz. Bár kérdés, hogy mikor ment vissza. Egyelőre nem látom. Viszont a srácok már itt vannak. Az baj, nem lesz elég. Azt láttam volna, meg tudtam volna lőni.
hova lett a Super Pershing? Jó, én rátöltök. Nem mondom az őszintét, lehet, hogy nem jött vissza. Sőt. Aha. Jó, hátba kerüljük. Nem fogjuk tudni megölni. Ugye, de... akkor ez ugyanott volt, csak elkerültem. Elvileg innen lendületbe, ha itt lemegyek. Aha, így még jobb, mert innen fog felszpotolni. Mögé kerülni, és úgy valahogy elhúzni a csíkot, hogy... gondoltam. Jó, ezt én csesztem el. T-25 az nem is, figyel, az meg sem mozdul. Most el kell vele hitetnem azt, hogy erre megyek. És akkor így ennyi. Na, ezért szeretem, de így szeretek light-tal játszani. És így is kell egy light-tal játszani. Főleg ami arra van kitalálva, hogy nem spotolásra. Mellékesen. Egyébként. Pontosabban, tehát kiegészítem, inkább így kell játszani light-tal, mint ha medeznia. És még Rittig így is elég gyenge kör volt ahhoz képest. Legalábbis XP-be elég keveset adott. Lehet valami küldetés is. Kész. Na, hát ez egy jó kör volt. Attól függetlenül élveztem. De a többiek nem nagyon tettek hozzám. Tehát itt a T-54 meg én. Meg esetleg még talán ők, de... én ezt a T-25-2-t se láttam nagyon aktívnak. Mint valami Veronika, biztos valami csaj volt, ettől függetlenül nem azért játszott így, ahogy. Nem arra akarok utalni, csak... na, hát, ez jó volt. Oh, ez meg aktív, vagy mi az, passzív spotra lenne jó. Nincs itt valami. Küldetésekkel már mióta nem foglalkoztam amúgy. Ez jó. Meg könnyű is. Na. Akkor... ez le lett szorzozva, gyakorlatilag egész jól. Úgyhogy még 6 tank vár ránk. Van még 1,5 óránk, úgyhogy... azért bármennyire is szarul megy a játék, attól függetlenül ennek illő lenne. Sikerülnie. Úgy érzem. Úgyhogy, ja. Hát, megpróbálunk TD-zni. A terv változatlan ezzel. Az a baj, hogy elég hamar észre fognak venni, úgyhogy... óvatosan. Tehát gyakorlatilag valamelyik kis dombocskára itt megállunk. És próbálunk valamit lőni. Egyelőre még nem érzem ezt a tankot, viszont az már szinte biztos, hogy nem a nagy ágyúval fogom használni amúgy ezzel, csak... sőt, még nem tudom igazából, de... annak sokkal kisebb az átütése. És sokszor ez is kevés. Meg tetszik, hogy ilyen gyorsan újra tölt ezzel, nem is az a probléma, hanem elég lassú még szegényke. Nem is tudom, hogy a fullos motor van-e rajta, de szerintem nem. Még egy előre.
Ennyi. Ennyi a lövegsüllyedés. Jó, ez egy lövés megért. Valószínűleg ugye nem talált, mert nem írt neki. Mi, Arti, meg mindenki arra jön. Az jó, csak lássunk el odáig, ha bejönnek. Túloldalra senki nem megy. Mert miért is mennének? És nem fogunk csak hívakkor lövöldözni. Mert nem lehet megtenni. Meg van idő áttölteni, ha véletlenül lobbanót hagynál be, mert oda nem igazán lenne értelme. Oké, hogy 120-as átütés, de ahhoz gyenge pontot kéne eltalálni. Na, most kéne spot. Nem lesz spotunk. Én nem fogom meglátni, mert ideig tudok spotolni, csak... Ez a probléma. Pláne a mouse hova megy? Nézd meg, a mouse fölmegy. A mouse spotol. Istenem. Jó, az a baj, hogy ide nem fogunk. Tehát ők már följöttek ide, ez szinte biztos. 100%. Úgyhogy ez mindenképp felejtős. Hát az, hogy a spotterünk az most jön elő a semmiből. És megy spotolni, és most kimegy oda középre, és széjjel löveti magát. Gyakorlatilag. A mouse megjátsza a spottert. Nem akarom mondani, hogy megmondtam, de megmondtam. Na és a Bad Chat most gondol egyet, és ide fog jönni, és spotoljam ott folyamatosan a mouse meg a többieket. És innentől kezdve fagd. Közben itt már átjöttek. Úgyhogy lehet, hogy én ezt itt le is mondom. És megpróbálok átjönni valami. Hát, valahova ide, hogy... lövek pajzsomat próbáljam használni. De hát... Na mindegy, szóval értitek. Próbálják valamit, de nem is erőltetem. Azok ott mindenképp át fognak jönni. Lehet, hogy egyet lehetne még beléjük lő... Ah, már spotot kaptam. Jó. Ezt nekem szánták. Igen, csak itt is ki fog spotolni. Én. Ha én spotolok, addigra már meglátnak. Gyakorlatilag engem elő fognak spotolni. Na jó, hát akkor... Mindegy, ez egy ilyen szaladgálós kör lesz. Abba azért még mondjuk belelőnék. Persze, hogy nem. Az oldalát nem tudod átütni. Jó. Próbálok így maradni, mert így is úgy is átütnek. Csak talán így egy kicsit jobb. Bár... Na jó. Igazából inkább a lövegsüllyedést használva, mert visszagurulni is azért vissza lehet. Á, ez nem, ez a lövés így nem megy, ilyen kapáslövés ezzel. Közben ön mindenkinek, látom, vagyunk már egy páran. Ja, hogy közben itt is átjönnek a srácok. Jó. Istenem. Én értem, hogy védekezni kell, meg mit tudom én, de... Tehát ennyire passzívnak se jó lenni, mert... Ez a vége, nincs szemünk, ugye nem látjuk, hogy átjönnek. Ezt az oldalt senki nem védte. Most visszajön mindenki? Hát én azt hiszem, hogy valakit ott kilőnék. Bár valószínűleg engem fognak, de... Of course. Jó,
Ez great shot. Nem találom el az alját, baszki. Úgy van. Aha, igen. Tehát 326-tal nem ütöm át az alvázát. Így van. De ott bezzeg átütöm, ahol nem lehet, ugye? Amúgy kösz, hogy jöttél és adtél föl némi sebzést. De nem baj. A végeredményed ugyanúgy lesz. Egy szép kis vesztes cucc. Hát... már mondom az őszintét, már olyannyira nem érdekel, hogy mi lesz itt. Nem ütöm be a kupakját. Ő meg olyan kis részem lógott ki, hogy ugye persze. Persze kilő. Na, jó van, megyünk. Nem, ez a konvét nem nagyon érzem. Egyébként nem olyan jó, mint a test szerverem volt. Tehát sokkal lejjebb nerfelték egyébként. Abszolút, úgyhogy... felejtős. Egyébként elég vicces, hogy az átütés, ami a gólnál van. Sokszor olyan dolgokat nem üt át. Én tök egyértelmű dolgokat nem üt át. Nem, valahogy gyorsabb volt a toronyforgása, amikor még teszt szerverem volt, és az tetszett, most nem. Tehát abból visszavettek. Az egyértelmű, ugye izé van. Lövegsüllyedése ugye van, de... meg lassabb is, tehát nem olyan mozgékony. Igazából az FE, a 10-es jelző az, ami gyorsabb lesz szerintem. Ha mindegy. Jó lesz ez, csak erre is rákerélsz, ezért a Cherio térhoz képest is máshogy kell játszani vele, azért az sokkal gyorsabb is volt. Az egy tetszett abba a tankba, más nem. Ez a Conqueror is annyira jól néz, csak egy kéne kezdenem majd a Brit Heavy-t is. Ha jól néznek ki itt a 8-astól fölfelé lévő tankok. Brutálisan tetszenek amúgy, úgyhogy... hát majd ha végzek itt egy-két ággal már, és nagyon kevés marad ilyen húzomág, mert még ugye bőven van, akkor a francia TD ágat, meg a Brit Heavy-t kéne. Azon gondolkozok erősen. Meg talán mondjuk, hogy Artiból, ha befejezem őket, mert... ott is az amerikait, meg a németet be kéne, főleg a német az erre legelőrébb. Meg a franciát, ugye. Lehet, hogy mondjuk az oroszt el kéne kezdeni. Vagy aztán nem tudom. Majd meglátjuk. Mindenesetre egyre több tankkal érek el tier 10-ig, úgyhogy... ez egy jó dolog. Most az E50 is most már elért az E50M-ig. És ezeket mind meg kéne ugye venni. Hát majd apránként. Mindenre sor kerül. Kávé 3. Benned érzem az erőt, hogy te vissza fogsz tolatni. Te annyira érzed, hogy nem előre kell menned, hanem hátra. Hm? Bár mondjuk mehetsz előre is. Na. Ugye? Mondtam. Láncoltam, úgyhogy jó lenne lőni. Így is van. Így is van, gyerekek. Ügyik vagytok. Kávé 13-mal oda menni? Bátor dolog amúgy. Egy akartam is mondani, mert már mi nem az, hogy bátor dolog, mert patintani tud, csak lövegsüllyedése nincs. Feltétlen oda. Ettől függetlenül még próbálkozni lehet. Ahogy ezek itt oldalba próbálnak jönni. Nyírd meg a VK-t. Ó,
Hol van a buksit? Jó, hogy mi? Ja, jó. Ez há... Ja, hogy hátrafele ment. Jó, nem szóltam. Oh, hello. Az jó lesz, csak nézegessé ki. Hát remélem a véket azért visszatartjátok. Oldal hátra be tudom ütni a tornyát is, ha kell esetleg. Azért töltöttük be oldalt. Hát nem, de hát majdnem. Ő nem lenne ott az Emil. Persze. Így van. Ja, hogy arra már nincs senki. Az is tud problémás lenni. Vissza, mert nagyon érzésem, hogy fog kelleni még a gold. Hát ez fakt. Ez fakt. Próbálok spotolni tényleg, hogy a VT-s tudjon valamit lőni. Ja, még mindig spotolva vagyok. Azért azt érzitek. Már mondjuk valószínűleg a BC már volt elég olyan közel, ugye 50 méteren belül. Ja, most már hátulról is. Oké. Okay. Tízszek. Ó-hó. Ó-hó. Tehát a izét se lőtte ki. A revolt se lőtte ki. Megérte odaállnod, igaz? Remélem lesz én 2000 sebzésed ezzel a tankkal. És föl is adja. Add föl. Kíváncsi vagyok, hogy ő mennyit tett hozzá. Bocs, akkor 400-a többet sebzettem. Lebecsültem a... az ügyességét. Jó lenne mondjuk egy tier 7-be játszani, vagy max egy 8-asba. Nem mindig 9-esek között. Egyébként. Mellesleg. Erről az M41-ről is csak az jut eszembe, hogy ma... Tehát ezeket olyanok vették meg szinte, akik nem tudnak vele játszani. Állnak, izé... kibújnak, lőnek egyet, nem lightként használják. Egy vicc amúgy, ahogy játszanak vele. Nem segítenek, izé. Tisztelet a kivételnek természetesen, de ma olyanokat láttam, hogy hú-hú.
persze. CDC az csak néz. Jó, hát engem kell lőni. Nincs ott egy pihepuha CDC, nézzek senki nem, most onnan lőnek az egy CDC-re. CDC-t senki nem lövi, nézd meg. Art is erő, senki. Persze, ha én vagyok a CDC-vel, akkor minden Arti engem céloz. Úgy van, persze, te belősz. Így van, nézzek, ő kimegy, senki rá nem lő. Nézd meg. Se a Lorénre, nézzek. Ott áll minden irányban, nézzek, egy lövést nem kap. Csak miután már kitárazott majdnem. Én kinézek, és kapom a lövést mindjárt. Nonsense, gyerekek, nonsense. Hát jó lenne most egyébként valamit el is találni. Alkalomattán. Jó, ki kéne nézni. Az már nem fog kijönni. Vagy mégis van olyan hülye? Akkor jó. Jó van. Akkor nem volt a helyzet magaslatán. Nem ez az ágyú. Néha olyan vicces. Ez lesz a világ megváltó kör. Úgy látszik ez a pecsetes kör lesz a legjobb. A mai nap. Mert az sem volt egy nagyon kiemelkedő izé, de azt rohadtul élveztem. Volt lehetőség játszani végre úgy, ahogy kell. Kösz. Még jó, hogy nem döglöttél bele. Olyan vicces egyébként, mikor vége a játéknak, és ugye elkezd forogni, aminek nincs tornya, izé, TD. És szépen körbe... Jó van. Igazából... Ide se kell túl sok. Ezzel is hamar végezni fogunk egyébként. Sokan mondják, hogy jó ez a tank, amúgy nekem is az túlságosan bajom, de olyan kiemelkedőnek sem mondanám. Tehát ez az ágy oké, hogy jó meg szép, de... annyira azért nem jó. Jó, akkor még maradt 5 tank. Jó, próbálkozzunk egy TD-vel. Egy spotterünk van. Az is egy 13-9-en, aki nem biztos, hogy fog spotolni. Mert... na mindegy, attól függetlenül is oda fogok beállni. Mármint... szóval... ja, ide. Azban mindegy, úgyis tudjátok, hogy hova. Aztán, hogy mit fogok tudni lőni, meg eltalálni ezzel a tankkal, hát az egy nagyon jó kérdés. Ó, van, nincs is jobb, mint egy tolatva kezdeni. Szóval ide a kis mini varázs erdőbe. Próbálok beállni. Ja, ahogy jól gondoltam, spotunk nem lesz. Teljesen máshol megy a 13-90.
Hát ide fordulok, de nem fogunk senkit látni, ha csak ott nem a táp kinéz. De megmondom az őszintét, hogy szerintem akkor se. Kiállít mögöttem. Egy isú azért jó lenne, ha nem lőném mondjuk tök véletlen így hátba. Lett volna rossz, sok pontot volt a szikla. Arra számítok, hát ha az ilyes tolatni fog. Valaki meglövi és megijed. Az isú az úgy eltalálja, mint a szar. Mondjuk ott lehet, nekem is lett volna lehetőségem, de hát azért ez vicc, hogy ő eltalálja. Ahogy elővöm magam, hátra húzza magát. Jó, akkor még hátrébb kell menni, különben spotot kapunk. Lánc. Jó, T-44-et kiszedték. Ezért kell hátrébb jönni, mert ott kiszpotolnak. Ezt úgy kaptam, hogy engem nem látnak. Nem lenne rossz, ha Zoho is látna valamit. Ez érdekes volt, hogy őket meg azután lehetett. Na jó. Persze. És akkor így már próbáld meg izélni. Na jó. Így van. Így van. Persze. Jó. Remek. Ennyit arról, hogy a spotterünk ugye hol volt. Nekik volt. Ha nem is, hogy a Lyda a Cromwell vagy Comet volt, vagy a tököm se tudja mi volt már. Ez érdekes volt, na mindegy. Nem tudom. Ezzel nem szívesen megyek egyébként izéba se. Egyes sorba, de az igazság, hogy máshol nem nagyon tudom elképzelni jelenleg a dolgot. Úgyhogy ja, let's go. Ujjjjj. Lengyel arti. Vigyázzál. Jó, akkor nagyon túlzásba se toljuk a izét. Az előre menetelt. Csak addig a házig. Hát, ő eltalál menet közben, én nem. Ez már csak ilyen.
Meg kéne itetnem az arti, valaki erre figyel, hogy megyek arra előre. Ha, figyelt. Emil elég bátor. Nem szarozik. Azért fog megdögleni mindjárt. Ugye kap egyet oldalról. Mondjuk a tájpot se lövi senki. Létezik, hogy nem jöttek volna ide. De már lövik. Csak nem szfotolják fel. Aha. Elindultok előrébb. Vajon csak ő van ott? Tudjuk meg. Bátor dolog mondjuk ez, de... Szfotoltak még fel. Ez meglepő, hogy nem szfotoltak fel. Fölfele nem tudok nézni annyira. Ez probléma. Na most mi van, Emil? Menjél már, vagy valami, legalább neked van páncélzatod. Most kaptam spotot. Vagy hát az Emilt lövi. Nem, mindenki más lő engem. Persze, így van. Így van. Szikla mögött is ellőttök. Én meg belelövök a sziklába, persze. Induljatok már. Ja, jó, persze. Tehát ebbe a szögbe, így, hogy előttem van egy szikla, be tud lőni innen egy tank. Honnan? Ja. Jó. Végül is. Mindent értek, csak nem hiszem el. Na. Nem akarnak fogyni a tankok. Nem akarnak fogyni a tankok. És az a baj, hogy eléggé egyforma izéket nyomat. Mindegy, legalább az oldal jó. Megkerült a sziklát. Milyen sziklát, Tomi? Fölül volt, vagy mi? De hát nem a löveg, tehát a torony kilátszódott egy picit, de az a rész, ami kilátszódott, az nem sebezhető rész szerintem. És nem a löveget találtál, és azon keresztül ölt meg, mert az elég vicces lett volna, úgy öl meg. Szikla mögött álltam, és úgy lőtt meg, hogy szikla mögött voltam. Úgy van, persze, így van. 987-et csak így ide böffentesz. Azzal a pontatlan fostalicska ágyúval. Így van. Persze. Éppá. Hogyne? Hogyne? Már rég nem vagyok felszpotolva. De még mindenki ide elő.
Persze. Így, ezt így szokták ebbe a játékba. Így. Így szokták. Random odalőnek emberekre, aztán ott van még mindig, ugye? Én meg persze nem találok el semmit. Így van. Értem én, hogy izé... Ide nem jönne mondjuk úgy segíteni valaki erre az oldalra? Gondolom nem. Aha, én nem fogok fölmenni. Így is most fogok megdögleni. Úgyhogy felejtsél el. Menjen oda, aki tudsz potolni. Én nem fogok fölmenni. Nincs HP-m. Így is az artik ide fókuszálnak mind a kettő ráadásul. Érdekes módon, ha én itt állok artival, oda szoktam lőni, nem a világ másik végére. Nem érdekel, nem fogok spotolni. Azért se. Minek? Majd a T-49 oda megy. Én nem fogok ennyi HP-val odállni. Megmondtam. Ezek után, hogy nincs HP-m. Tudom átlőni az alvázát. Amit valószínűleg nem találok el, hanem a tetejét találom el. Jó, akkor kilövetem magam, tessék! Na ott a spot. Amit nem én láttam meg. Na. Robbanóval lövöldöz az 1100. A robbanóval. Azt tényleg tehetség kell. Na. Persze, meg át is ment a sziklán, meg minden mi. Sőt, ketté hasította, és úgy lőtt szét. Nonsense. Persze én is úgy játszok az E100-zal, csak robbanóval lövöldözök, meg kilométerekre, a pálya másik oldalára ellövök vele. Úgy, hogy észreveszem, hogy föl van spotolva, várok, hát oda böffentek egyet, és eltalálom. Persze. Ez így működik, meg az összes, mind a két arti oda van fókuszálva arra a pontra, nem arra a pontra, ahol állnak. Nem, oda voltak azok is fókuszálva. Egyszerűen egy vicc. Vicc ez a játék ilyenkor, hogy semmilyen formában nem lehet számítani senki másra, de ez alapból működik ugye bármelyik másik napon is, csak nem tudom, olyan logikátlanul játszanak mostanában. Pont azért, mert olyanok játszanak, ugye, akik nem szoktak is. És teljesen logikátlan a fölállás, logikátlan a cselekvés. Minden olyan logikátlan. Mondjuk úgy, hogy nem a megszokott módon játszanak, és ez rohadtul megzavarja az embert, legalábbis engem. Tehát, hogy még azt a minimális
taktikát se tudják, hogy esetlegesen hova kell menni, vagy valami. Olyan fura. Csak azért ugye, mert nagyon hiú van a dolog. Ezáltal, hogy olyanok játszanak, akik nem szoktak. Ezt meg így eltaláltam, aha, értem. Ha túl szép lett volna. Késő lesznek felszpotolva, ez az egyetlen egy probléma. Mire rá tudnék lőni, már bemennek fedezékbe. Ez azt jelenti, hogy szarhelyen van a... Ja. A HBK. Pá, egész nyugodtan lökjél föl! Ne is zavarjon öcsém, hogy itt áll valaki! Menjél bele! Gyökérfajzat. Teljesen persze, hát... Tolt ki nyugodtan az embert. Meg szarja világra. Na hát, remek volt a spot, köszönjük szépen. Az a Tigris 2-es is. Tehát a T-32 még hagyján a miénk, de a Tigris is mit keres itt lent? Tehát erre gondolok, hogy olyan logikátlanul jelennek meg tankok. Bizonyos helyeken, ahol nem kéne. Értem én, hogy random meg minden, de... Mi a szarnak jövök én amúgy ide? Sem értelme. Jobb, fölkészülök, hogy ezek itt átjönnek. Azt lőni egyet-kettőt. Ide rá fogok látni a házak miatt, nem igaz? Ó, hello. Ez az ágyú kitérés, ez meg valami borzalmas. Ez a legbosszantóbb ebbe a tankba. Hogy olyan hamar utána kell fordulni, ugye? Na nézzük. Végig házak vannak. Remek, följebb kell mennem. Egy kicsit hátrébb is. Az a becset, az nem szarozik. Az jön, mint az állat. És persze, felszpotolsz dupla bokornál, így van. Nehogy előtt, úgy van, dupla bokor mögött. Az, hogy van előttem egy bokor, plusz előtte is van egy bokor, és felszpotol. Sőt, szerintem előttem két bokor is volt. De felszpotol, hát mert az persze. Ez így működik. Ez a játék, ez így működik. Meg hát persze, ha te meglősz egy térével egy izét, egy lightot, vagy egy ilyen becset médiumot, akkor persze mindig lánc. Ez annyira tipikus. Mi volt ez a ratata? Milyen ratata volt itt az elején? Most azon... Szerintetek fog valaki spotolni középen, már mint light. Egyelőre az látszik a vézén a szándék, hogy spotolni fog, de... De ti... Ti Heavy-kkel miért jöttök erre? Ez most mi? Még rengeteg az AFK. Tehát ti miért jöttök erre? Oké, okay, becset már bizé... Fogy. Becset elfogyott. Olyan jó ez a játék! Annyira szeretem!
Ez mi volt ez a hang? Olyan jó ez a játék, annyira szeretek játszani vele. Komolyan mondom, kéne izzel valami normális csapat. Ilyen fix játékosok, akik játszanának így velem állandóan izzéba. Így két naponta, aki amúgy is játszik. És azokkal játszani, mert én ez így, amikor nem játszok senkivel, ez így valami eszméletlen fos. De ez a random, hogy legalább három emberrel, aki aránylag tud játszani. Vagy lehet kommunikálni is velük. Hogy legalább a csapatban három olyan legyen, akire némileg lehet számítani. Mert ez gyakorlatilag mindenki megy a halálba. Leszarja a másikat. Még nem tudnak játszani. De még azon a minimális szinten se. Amit elvárna az ember egy... normál ember. Apa, aha, hogy? Persze, így van. Hát 86 millió bokor mögül is. Föl vagyok spotolva. Így van. Hát még mindig spotolva vagyok. Hát tök egyértelmű, nem? Hogy még mindig spotolva vagyok. Hát még mindig spotolva vagyok. Így van. Szevasz, Norbi. Üdvözöllek-e remek streambe. Ahol 32 másodpercig spotolva van az ember. De a heavy előttem nem. Úgy látszik, ez az öt tank meg fog maradni. Pedig őt még szeretem is, a többit nem nagyon. Ámix 30, ne hagyjál cserbe. Ja, szóval... nem tudom, kéne találni egy-két játékost, aki játszik is velem, így izé, vagy vállalja azt, hogy streambe szerepel, vagy valami, mert hogy ilyenkor hogy tényleg legalább minimális kommunikáció lenne. Mármint olyan szinten, hogy valami csapatjáték, mert itt ez random. Vagy nem kéne játszanom, amíg nem lesz izé vége a szünetnek, meg az ünnepeknek. Tehát azt jelenti, hogy másodika után. Hogy esetlegesen a selejtje kiszóródjon így a játékból, mert egyszerűen nem... Egyébként a játék is egyébként nagyon érdekes, tehát most is engem felspotoltak, még 68 millió másodperc után is spot alatt voltam, de a heavy előttem nem. Ilyen előtt meg ilyenek. Az nem. Az no. Ez az AX is nagyon jól néz ki. Igen, a Centurion egyet is meg kéne vennem. Mindent meg kéne vennem. Nagyon keményen toljuk itt előre, srácok. Biztos jó ez. Már valaki jön le. Dőlt a fa. A TVP, én nem akarok előre menni. Hagyjál békén. Jaj! Hát elég sokkal jöttek. TVP, nehogy megdögöljé. Gyertek már. Jó, hogy a másik oldalra meg se... Erről beszéltem, gyerekek. Másik oldalra senki nem ment. Senki. Most nézem egyedül a VK. Az meg nézi, hogy mi a szar van. Ó, baszki. Jó, akkor fogja a csimvézi. Mondjuk itt az ellenfél is elég sokan idejöttek, tehát abszolút. Emil mindenki itt van. Úgyhogy lehet, hogy a VK annyira nem jászorú, sőt. Jó, megy, gyert, így van, még 48-an álljunk be ide. Hát, ha nyerünk mindannyian Kalipszó matricát. Pedig már azt hittem, hogy eltalál. Be, gyere még te is ide, TVP, így van. Vagy az Arti ide lövöltöz, mi? Hú, de jó, hogy eljöttem onnan. Kicsit pozíciót kéne váltanom, megmondom az őszintét, úgyhogy valahogy úgy kéne csinálnom, hogy valahol innen föl kukizni. Ezért ne menjen onnan, mert... Aha.
Á, még szó, hogy szalad el. De ilyenkor már nem szabadna elszaladni amúgy. Onnan lentről nem fognak lőni. Azt hittem én lőttem ki, de nem. Most kéne őket körbe. Tehát az emire rá kéne rásolni. Na, jöttök? Centurion, gyere már, mert azok nem ránk figyelnek, gyere. Ezek is nem. Na ilyenkor most már figyelni fogok, nem fogok elindulni. Ja, és a motort lőtték ki. Ezt mindig benézem. Na ez, gyerekek, ez a lövés hova ment. Így ránéztem, jelölte, belelőttem a izéba, és semmi. Belelőttem a tankba, és semmi. De még az se, hogy izé, pattam vagy valami. De ez mi volt, baszki? Ez egy vicc. Ez egy vicc. Hát ez mi volt, gyerekek, ezt vissza fogom nézni. Ez mi a szar volt? Ránéztem, és nem lőttem meg. Nem lőttem. Na hát, a traktorüzemmód is on. Fantasztikus. Nem értek dolgokat. Lehet, hogy én vagyok valami másik univerzumról származott, de nem értem ezt most, hogy ez mi volt. Tehát ez a lövés, ez hova ment? Valahogy nem fogom fel épp észre egyébként a dolgot. Ott álltam előtte. És nem. Izomtusé. Az. Szerintem is egy izomtusé volt amúgy. Jó, traktor hangja van. Istenem. De viszont imádom azt a rohadt pontos ágyújat. Menet közben olyan rohadt pontos. Ilyen ágyú kéne az E50-re is. Meg úgy mindenre, amúgy. Imádom. Whee! Te! Megoldom! Ez kellett a 360. Whee! ...360, csak nem így, hanem így. Ez ilyen tigris bukfenc volt egyébként. Istenem, komolyan, tehát ez az ágyú. Tehát tényleg olyan, amikor full tempóval megy a tank. Akkor is eltalálja a dolgokat. Jó, nem mindig persze. De papíron az E50-nek az ágyúja pontosabb, és ezzel sokkal, de sokkal pontosabban eltalálódó. Hát jó, sebzés az semmi szinte, ugye. Tehát nézzétek meg, 0,37, és a izé, ugye 2-3-as a célzás, oké, van rajta izé stabilizátor, de nem mondja nekem senki, hogy ez ennyit rátesz. Nem tudom, de imádom. Tehát amúgy egy nagyon jó tank. Sőt, és ide se kell van. Ha! Igen. Ja. Szóval meglett. A 30B. És. Ezt el is felejtettem. Tehát gyakorlatilag végeztünk még egy ággal. Mondjuk ez is régóta húza volt. Jó, hát akkor ő elmegy pihenni, akkor őt kivesszük a listából. Mert ő már viszont meg lesz tartva, tehát mindenképp megtartom. Viszont ő akkor most innentől kezdve nem lesz húzva. Már, mert ugye nem kell. Tehát akkor még egy tank, amit meg kell majd vennem. Még egy 10-es. Remek. Jó. Jó, oké. Remek. Na, te taliga, há? Leszórozzuk már egymást itt. Végre. Üdv mindenkinek, amúgy látom, megint egy picit többen vagyunk.
Hello, Bello. Vele egyetlen egy jó körön volt, mondom, az a 4000 valamennyi sebzéssel ellátott kör, ahol még a meccset is lehoztuk. Azóta semmi. Ez kb. Olyan, mint a SUP, az 122, mit tudom én, mindegy, amelyik ott van még mellettem, amit húzok, de nem szorzóztam még le. Azzal is volt egy 5000 pluszos köröm, és azóta semmi. Érdemes betölteni egy robbanót, érdemes. Mindig betöltök egy robbanót az elején, hát valami puhát lövök. Vagy lőnék. Mondjuk azért a halálcsillag az. Őt hagyom oda menjen. Mondjuk a T-55 válnak, nem? Ja, jó, oké. Mert így ketten azért. Hogy fősunnyogott? A kis köcsök. Annyira szélén ment, hogy fősre fogtam, hogy mi van. Azaz, toljátok ott egymást. Így van, toljátok! Nem fog senki jönni már. Hát, becset. Ha van eszed, elindulsz lefele. Akkor nem. Köves, követlek én csak. Nem ott le. Jó, szerintem akkor nem kell robbanó. Még akkor tudnám egyébként ezt a tankot elképzelni, hogy fokkal tényleg mozgékonyabb lenne. Jó, persze nagy meg minden, tehát azért lassúnak kell lenni most már, ugye. Így ezen a szinten. Ez azért a Charioteer azért az kisebb volt. De... most biztos, hogy én ide akarok jönni? Most, hogy így... biztos ez? Én nem... nem érzem magam abban, hogy ide kell nekem jönni. Nem vagyok benne biztos. Toljad föl magad! Most döntsd már, hogy maradsz, vagy nem? Rám ne lőjél, baszki, mert szívinfarktus kapok. Belelősz robbanóval a seggembe. Akkor olyan lesz izé... mint amit Marak lőtt. Mennyi volt? 1800? Mekkorát sebzett? Hello! az nagyon durva volt, mikor izé kikapta... már nem tudom mi volt. Hát ez fucked, gyerekek. Jó, hát... Toljad neki, öcsém! Toljad neki! Lapátoljátok azt a vizet! Szenet, vagy nem tudom, a szarral megy ez, de valami borzalmas. Nem tudom, merre kéne, érdemes fölmennem? Szerintem nem megyek ott föl. Tudja, hogy hátból ülnek, mint az állat. Mondjuk innen is, de... én legalább tisztességesebben halok meg. Na nézzél csak arra hátra. Azzal a doboz fejeddel. Kanyarodj! Kanyarodj, doboz! Hű, baszki. Ja, ma ott van valami. Aha, persze. Jaj, nem már! Na azért. Jó van, hello! Na jó, persze, mi látszik ki belőlem, hagyjál már! Ja, hát mondjuk így azért... arról nem volt szó, hogy izé... így föltoltad magad. Hát ezek nagyon jönnek, most nem tudom mit csinálják. Halálcsillag se jön vissza. Megyünk egyel hátrébb. Jobban nem tudok.
Leszép lila virágok. Ups. Nem akartok így visszajönni? Mert én nem nagyon érzem magamban a potenciált, hogy itt lehozzam. Pláne nem egy ilyes hét ellen. Már Bodzsure. Azt nem fogom tudni beütni. Mert nem látok rá az alvázára. Hát ez a halálcsillag vajon mit csinál? Egyszerűen nem bírom megszokni a magasságát ennek a tanknak. És egy picit kilátszik és robbanóval rálőnek. Azt hello. De egyébként... valamire kíváncsi vagyok egyébként. Így rád. Hogy te... simán ráadtál volna az ilyesétnek a hátuljára. Szerintem oda simán beláttam. Nem szóltam! Nem szóltam egy szót sem. T-54-1-et nem próbáltam, mert egyszerűen utálom, szintén őt is. Próbáljuk meg hátra lehet valami szorzozni, jó? Azt hiszem ez egy goldos kör lesz. Egyébként nem is értem, minek töltöm be azt a... tehát minek raktam bele azt a 8 sima töltényt. Töltényt? Azt, hát végül is az. Lőszer. Mi az? Csak gondoltam, hogy nem mindig oldal lőjek, de... megmondom az őszintét, hogy... sokkal jobb... egyébként gondolkozok rajta, hogy vissza kéne rakni rá a másik ágyút. Tényleg sokkal jobb volt olyan szempontból, hogy átütés ugyanúgy fostalicska volt, ugyanúgy oldal kellett lőni. Mindig, de viszont több lőszer volt, azt hiszem az 6 lőszeres. És sokan hozzászoktak, hogy hát T-54-1, akkor izé 4 lövése van ugye. És akkor elkezded lőni bele az 5-et, meg a 6-at, főleg az 5-et, tehát a 4-edik után lősz még egyet, és akkor így szoktak nézni, meg megrémülve elkezdenek tolatni, hogy mi a szar ez. Mi az, hogy te többet lősz. És akkor, mikor még a 6-at is belelőtted, akkor meg elkezd üvölteni, mint ahogy én szoktam, hogy mi a szar, hogy ez 6-ot lő. Na. Egyébként. Mert az volt benne jó tényleg, hogy aki nem figyelte, milyen izé cső van rajta, ugye, az a 4. lövésem után elkezdett kijönni rám, mert azt hitte, hogy töltök. Pláne, még rá is játszok, ugye. Hogy mondjuk elkezdek izé tolatni. És onnantól kezdve, hogy még lőttem 2-t, akkor elment a kedvük a dologtól. Sokszor volt az, hogy ez húzott ki a pácból. Meg hamarabb is betöltött. Hát na. Lehet, hogy egyébként azzal kéne használnom. Na. Igen, hagyjál békén. Na, sikerült betölteni a goldot, de ez kis ágyú. Akkor nem. Mondjuk attól függetlenül biztos gold. Mert nem alvázol lőttél be. Biztos a kis hurkány van itt. Mi az? Mennék én oldalba, de... na jó, menjünk. Próbálkozzunk. És ki? Szikla mögött ki? Az, aki olyan ügyes, hogy föl... ja, hát be, hát hogy ne. Lent vagyok a lyukba és meg tudsz lőni. Persze. Egyek azok ilyenek. Én meg nem látok sehova. Aha, mert még te is ott vagy. Hát, ahol? Hát be, mindenki be tudja lőni. Így van. Support az nulla? Gondolom hátulról senki nem. Hát STB. Bocs, de. Szerintem húzzunk innen a picsába.
Nem tudom, te hogy vagy vele, STB. Haha! Jó, hogy nem a T-54. Kár volt elkiabálni. Hát ez fagd. Hát ez fagd. Így sem mennek át. Mindegy, nem megyek el innen már, mert pont azért nem megyek el, mert sem értem, mert hát átmegyek ide és itt. Tehát ugyanúgy vesztünk. Csak annyi pisztá hátrébb ők, azt megpróbálok innen lőni. Jó, per, ez E50 az így, mint egy Rambo, baszki. Ahogy átlő két tízisziklő között. Persze, és még ki a tököm lő. Lövegsüllyedés. Jó, akkor szop ki. Már bocsánat. Utálom ezt a tankot. Nem tudom, minek akartam én ezt a tankot. Most jön az E... Most jön az E50! Most! Most E50! Full HP-val! Honnan jöttél E50? Ó, basz. És megnyerjük. Mikor nem sebzek, megnyerjük. Jó. Nem baj, le lesz szorzózva. Szerintem még nekem kell elbújni, hallod? Úristen, elértem az ezret. Tényleg, erre még rátöltök. Bármire odaérek, már vége lesz, de... Hát... Ezt én nem gondolom, most komolyan elkezdenek foglalni. Minek? Azt úgy nem tudják, hogy akkor kapják meg csak a VN hetet, ha be is foglalják? Remélem, nem árultam el nagy titkot. Tehát ennek így azért nincs értelme gyakorlatilag elvileg. Vagy valamennyit kapsz, de nem annyit, mint a befoglalnátok egyébként. Tehát nem sok értelme van. Pláne annak, hogy a VN7-nek semmi értelme. Tehát gyakorlatilag senki... Senki nem veszi figyelembe. Nagyon jó, 5500, teljesen jó. Olyan szinten... Miért? Ja, T57 heavy-ért húzom én ezt. Hát, az még jó messze van. Nem baj. Egyébként vannak ezek a tankok, mint például az E1, meg ilyesmi, amit csak ilyenkor veszek elő, amikor szorzó van. Még ilyenkor leszorzózom őket, az cső. Meg ha kéritek esetleg, akkor. Szoktam vele játszani. Ezért is szarul játszok vele, meg nem is tetszik. Tehát olyan tankkal meg nem is fog tudni jó játszani, ami nem tetszik. Mert ha jó játszanék vele, akkor tetszene. Ugye? Igazából rá kell jönnöm, hogy ez a konvé se tetszik egyébként. Egyébként lehet, hogy a nagy ágyúval jobban tetszik, mert azért csak ki fogom próbálni. Bár... Megmondom az őszintét, hogy ezzel jobb. Mert tényleg hamar lősz elég nagy, relatív nagyokat. Tehát 6 másodperc alatt ilyen 400-asokat. Ez jó, csak az nem tetszik benne, hogy... Még a mozgékony sem még annyira nem is gáz, mert mozom majd egyszerre a toronyforgási sebesség, meg minden más. Pedig az is elég gyorsnak tűnik, de valahogy... De nem érzem olyan hatékonynak ezt a tankot, mint amilyennek kéne lenni. Ez ugyanaz, mint a Cheriotil. Tehát arra is mondták, hogy hú, rohadt hatékony, jó az izé lövege, pontos, izé nagyon nagyokat sebez, jó az átütése, gyors, és azzal sem tudtam normálisan játszani. Hát ez lehet, hogy nem való nekem. Sőt. Valószínűleg ez a helyzet. Ja, minek töltöttem át a robbanót? Most már mindegy. Jó lenne Panthera visszább jönnie, és engedni időket fel. Úgy.
úgyis bukjuk ezt a részt itt. Mert megint nem ment. Ez gyönyörű, gyerekek, ezt nézzétek itt meg. Jó, én áttöltök. Van idő itt áttölteni. És lánc, hallod? Lánc. És lánc. Úgy van, legyél bátor. Azt a kempelős bandát ott. Most ez teljesen jó, csak maradjon spot. Nem fognak onnan kijönni. Nem úgy, ahogy én gondolom, igaz? Ez így a sarom itt tolja vissza őket, hogy mi a szó? Ez a baj, hogy ott volt egy izé is. Hát, hogy át kéne mennem oda. Á, azok át fogják tolni. Jobban járok, ha itt maradok. Igen. Ez így szokott lenni. Van egy PvP, így a semmiből, aki felspotol és be is sebez. Persze. Hát ez már csak így szokott lenni. Én értek mindent. Nézd meg, és megint. Jó, oké. Itt van valahol egy PvP. Tízes tankunk, leresen med, most jön elő. Az a baj, hogy megmennék én innen a másik oldalról is, csak szerintem ből leszek spotolva, úgyhogy az objektnek meg kéne látnia. Ott a TVP. Aha, persze. Egyszerűen nonsense, hogy felspotolnak. Baszki, hogy nem találtam el. Töltsd be, töltsd be, töltsd be. Jó, amúgy se találtam volna. Egyetlen egy problémát érzékelek. A TVP, az full HP-n van. Viszont ő puha, igaz? Azt kéne, hogy lejöjjön. Ez jó, csak toljad magad át, jó. Oké. És az ISH-mat. Kellett volna megpusztítani, de nem. 1800 sebzés. Forduljál már te. És még így is felspottol, hallod? Ilyen távolságban. Egyébként tényleg jól nyomta az IS-3 le a kalappal. Tehát ő nagyon ügyesen izé visszatartotta ott a bandát. Melyik az? Aha. Tehát le a kalappal. Mert ő élte ott egyedül túl. Amúgy. Úgyhogy tényleg le a kalappal, ügyes volt, pláne tízes közegben. Úgyhogy rá is szavam sincs, inkább az ilyen objektre, meg hasonlókra, akiknek ott kellett volna lennie, és talán nem lett volna ennyire nehézkes megtartani. Hál' Isten, ez az oldal is, ahhoz képest menjen kempeltek, ez az oldal is megmaradt.
jó van ennek már egy annyi. Hát, tehát most hogy megint egy két... megint egy 2000-es sebzés, de őszintén megmondom nem érdekel, mert le van szorzozva, és amennyit izé, amennyit játszottam már vele, még az a plusz XP, ami abból jött, az hozzáadódik, akkor simán annyi, mint a mentem volna vele egy 4000-es kört, vagy valami. Úgyhogy... persze, tolassál, inkább légy szíves, tolassál, jó? Kösz. Hallod? Kritikus. Kritikus. Akkor leloptam. Ha nem tudtad megölni Kanarvan. Így kapok mit tudom én egy 3000-et. Köbö. 6-ot. Hát akkor még bőven jó. Tehát simán mentem annyit így vele már, hogy abszolút jó, így jó van. Haladunk ezzel is, tök mindegy. Így ezt most vettem nemrég, úgyhogy... nem tudom, hogy ez az ágyú mennyire lesz jó rá. Aztán lehet, hogy megszokom ezt is marad ez. Bár... így is, úgy is ki kell húzni rá. Hogy tovább lehessen menni, akkor meg olyan mindegy. Igen, még a motor az, ami még jön rá. Tehát lehet, hogy ez lesz mozgékonyabb. Sőt. Ja. Ha 300 lóval erősebb lesz, akkor az jó lesz. Na gyerekek, két tank maradt. És van még egy negyed óránk. Elvileg beleférhetne. Na, ez egy 9-es meccs. Úgyhogy talán sikerül. Gyorsan megnézzek valamit, amíg tölt a játék. Tehát, hogy most erre az oldalra megyek. Nincs kedvem most ott szarakodni, a sarkon. Tomi, a IS-3 megvan. Igen. Az az ág lett legelőször kihúzza. De meg is van vé... az jó, hogy már most spotolva vagyok. Well done. Szóval ja, attól függetlenül meg is van véve az IS-3, tehát az meg is van hagyva. Az egy ilyen alap tank tier 8-ba, hogyha mondjuk hevizni van. Mehetek vele? Ha annyira érdekel a dolog. Ó, egy lőve. Én itt halálra szivattam lővével az embereket amúgy. Pont ugyanott azon a helyen, ahol ő áll. Valami 4000 valamennyi felfogott izét. Sebzéssel. Senki nem bír beütni. Nem látni a lővét, miután előtte magát. Aha! Persze. Így van. Eddig is itt állt. Így. Itt álltam a domb mögött, és senki nem lőtt rám. Eddig most beütnek. Jaj, ezek meg ott állnak, nézd meg, ott kempelnek, hát... hogy lehet így áttolni azt az oldalt? Na most te nagyon kellettél ide, öcsém.
Most soha a büdös életben nem fogom így beütni. De jó, a nagy fejedet ide dobtad. Ide jöttél, majd én akkor megoldom a dolgokat. De könyörgöm, hát baszki, nem lóg ki a tank! Az objekt az belül így is. Így álltam. Így. Gyakorlatilag így. Az objekt belőtt. Értem én, hogy rám látni, de hol? A tornyom látszik ki. Jó. Mondtam, hogy arra kellett volna menni. Egy, most nem is tolt át az idióta banda ott. Kettő, nem jutok semmire itt. Ezért nem jó idejönni. Semmi értelme. Semmi értelme idejönni. Orbitális nagy baromság. Ezért nem is szoktam ide jönni. Semmi értelmét nem látom. Ezt meg itt kilövették egymást. Három tank kicsinálta őket. Hányan oda mentek? Vagy heten? Itt meg előré megyek, akkor meg megszívom. Na mindegy. Hál' Istennek azt a forst könnyen be lehet lőni. Istenem, úgy ki fogom free XP-zni, mint ahogy még eddig soha semmit. Egyébként. Csak ezt is leszorzózom meg ilyenek, hogy minél kevesebb aranyat kelljen ránkörteni. Arra a rakás szarra. És őt hagyják, hogy kilőj. Ah, jó. Jól van. Oké. Okay. Nem baj. Mit akar? Ja, ilyen sármat. Hát megnézzük, ha gondolod. Már azzal se leszek jobb. Túlságosan úgy, hogy... Pláne tier 10-be megint. Mondtam én, hogy a másik oldalon kellett volna menni. Hát oda ment 6 tankunk minimum, és akkor 3 tank letolta őket. Amiből egy KV-4-es volt csak. Egy vicc. Ezeknek az ilyen brit heavy-nek, meg a mereknek a tornya annyira brutálon jól néz ki. Azért tetszenek amúgy. Meg ezek a rácsok hátul, meg ilyenek. Menő. Hogy jön mindenki utánam. Nalorén vezeste a csoportot, halljál meg te előbb, jó? Ezt úgy gondolom. Valószínűleg egyébként nem jönnek. Nem jött ide senki, mert a light-ot nagyon visszahúzódtak. Na jó, tévedtem.
De ez még egész jó. Kramwagen jött csak erre. Istenem. De jó lenne még egyszer. Aha, persze, de engem megláttuk. Így van. Többiek nem. Nope. Az arti, az megtalál. Így van. Még a másik arti is ide lőtt volna. Hát miért ne? Hát. Artival, csak egy oldalra lőjünk állandóan. És egy emberre fókuszáljunk, ne a többiekre. De kis fincsi lesz, hogy ugye eltűnsz, haha. Na mi van mi? Kis paré. Nem sok közöm lesz a csatához szerintem egyébként. Hát mondjuk nem szívesen megyek itt át. De beszarok, ha engem kezdenek előbbülni, miközben egy mouse megy elől ott. Ő már gyakorlatilag föl kell, hogy legyen spotolva. Hát ezek mit csinálnak? Ezek nem nagyon védekeznek. Vagy igen, elég szarul csinálják. Tehát gyakorlatilag úgy be tudunk ide jönni, hogy nem lőnek ránk. Mert én itt mindig megállok úgy, hogy ne tudjanak, tehát lassan tudjanak bejönni innen oldalról. Senkire nem látok rá. Mi a fene folyik itt? Jó napot! Egy belelő a földbe, baszki! Azt mindjárt visszaköszönöm, hogy hello! Mondom. Belelőtt a földbe, baszki! Jaj, gyere már ki! Ne kéresd magad! Na végre. Na még egy ilyen tűéles izét. IS-3-as lövést. Így van, mert egy heavynek így kell lőnie. Messzire ilyen pontosnak kell lennie. Hát ez orosz, ugye? Pff, ezeket nagyon lealáztuk. Szevasz, marak. Hát alázták a többiek. Én csak így... porfogónak voltam itt. Na, még egy utcsókör akkor. Nem tudom, a vézét kéne leszorzózni. Ami mások különleges ajánlatok. Kaptam kupont? Azért, mert játszottam az IS-3-mal egyszer. Ja, meg kupon, aha. Hát, közde 20%-kal se. Akkor megvenném, ha kapnék kis buffot, de... Nem akarná Scorpio-ra adni egy ilyet? Vagy valami, ha? Tehát akkor végül is kupont kaptam. Remek, köszönöm játék, köszönöm, tartsd meg. Olyan, hogy Kevin mondaná, tartsd meg az aprót, te mocskos állat. Megint ez a pálya. Azt hiszem, így lesz vége a streamnek. Mindegy, majd ezt... Mondjuk nem hiszem, hogy ezután fogok még játszani. Majd... Akkor le lesznek szórzozom, majd máskor. Majd holnap. Mármint tudom, hogy most akkor kimarad egy szorzó, de... Lehet, hogy mondjuk nem tudtam volna már megvenni rá nagy ágyút. Na mindegy. Ha le tudnám szózozni, most már biztos, hogy meg lenne rá a nagy ágyú.
Egyet mondjon már nekem valaki meg. Ben vagyok a ház mögött, és kapom a spotot. Értem, hogy előbb spotolnak föl már, de... Tehát nem már. Ott a kupak. Vajon föl voltam spotolva? Szerintem amúgy igen. Nem áll! Hát de baszki, hát most... És akkor, mert te most azt gondoltad, hogy ide jössz, akkor most ezt így hogy gondolod? Tehát, ilyenkor az elképzelés mi? Na, előlőnek engem gyakorlatilag, öcsém. Hát kellett neked ide, ha látod, hogy itt vagyunk, baszki. Akkor viseld a lövéseket. Így is van. Dögöljé meg. Csóri, AVK. Őt nem is láttam. Jó, hogy már hátul mögött is jönnek. Hát akkor ez egy... Rövid csata lesz ismételten. Jó van. Nem tudom. Próbáljunk még lőni valamit. Ez az állandó össze-vissza ugrál a kamera, mert benéz közelre, meg távolra. Fordulnom. Azok ott el vannak, hagyjátok meg őket. Olyan ügyesen izélnek ott. Lubickolnak. Értem. Tehát úgy beütöttél, hogy rám is alig láttál. Jó, hogy amorek is. De jó, hogy ilyenkor mindig amorek is. Nem, ő nem akarja, hogy le legyen szorzózva. És ugyanaz van, csak a fordított esetben. Jó van, gyerekek, nem erőltetem, kimarad ez a két tank. Vagy majd éjfél után megcsinálom. Ha itt leszek, ha nem, akkor nem. Ennyi. Hogy legyen mára ennyi elég. Mert nekem elég, úgyhogy... Köszönjük kedves játékok közreműködést. Na, hát gyerekek, akkor ennyi lenne. Egyelőre. Most hirtelen akartam mondani, hogy holnap mi lesz. De nem mondom az őszintét, hogy fogalmam sincs. Mit írtam be? Na, már mindjárt megnézem. Az biztos, hogy 7-től 10-ig stream. Ja, konanozunk holnap Silverrel. Jó. Akkor 7-től 10-ig konan lesz. Jó, akkor szombaton fogunk tankolni. Ja igen, most van egy némi változás, ugye most, hogy nem vasárnap lesz tank, hanem szombaton. Úgyhogy szombaton fogunk tankozni. Úgyhogy remélem itt lesztek. Illetve remélem, hogy holnap is itt lesztek. Szóval akkor este 7-től streamelünk. Most pedig köszi mindenkinek, hogy itt volt, és türelembe végignézte a szenvedésemet. Holnap találkozunk, mindenkinek szép estét, sziasztok!
close till I get up. Time is barely on our side.